Sziasztok, szép estét kívánunk mindenkinek, ti most a Hotel Végtelent hallgatjátok a Rádió Kuna 99,5-ös megahertzen, és jelenleg hárman vagyunk a stúdióban, mondhatnám, de akkor hazudnék, az én nevem a Vírus Viola, és persze itt van két állandó műsorvezetőtársam. Igen, adottnak bizonyos technikai problémáink, ez köszönhető ugyebár egy olyan viharnak, ami azért egy keresztül vágott a városon, úgyhogy emiatt elnézést kérünk előre is, meg utólag is. Gábor Kem, kérlek szépen, mondj egy pár szép szót magadról. Hát az előbb akkor ezek szerint egy kicsit olyan szellemhangos voltam, ahogy a tévéknél mondják a szellemképesre. Jó estét, sziasztok, és nem veletek. Ennyi volt már a műsor. Igen, gyakorlatilag lehet, hogy ennyi volt, de szerintem még azért fogunk cseverészni egy pár dolgot. Úgyhogy mai témát, hogyha vázolnád, amíg én megpróbálok itt úrrá lenni a káoszon. Egyébként a Zseni nem úrrá lesz a káoszon, hanem... Megteremti, ja, úrrá, úrrában. Úrrá, igen, nem rendet csinálom, úrrá lesz a káoszon. A mai témánk, ahogy esetleg a honlapon, aki nézi a honlapot, láthatta, a megítélés. Tehát ez egy, mondjuk a szó első pillanatra lehet, hogy nem érthető annyira, hogy mi az, hogy megítélés. Hát, hogy hogyan ítélik meg egymást az emberek az első blikre, az első cselekedetre, az első találkozón. Szerintem konkrét újságokat. Igen, az első villanásra. És hát a megítélésben végül is beletartozik az első benyomás, akkor az állandó bizonyos leszűrése bizonyos konzekvenciáknak, amik lehet, hogy valósak, lehet, hogy éppen a szituációban adódóan nem jellemzőek az illetőre, de mi emberek hajlamosak vagyunk elkövetni azokat a hibákat, hogy észreveszünk olyanokat, amik nincsenek, illetve nem veszünk észre olyan dolgokat, amik vannak. Ha már ott tartunk, hogy kik nincsenek, hát Kálmán nagyon sokan hiányolják, gondolom én, de... Hát ezt abszolút nem értem egyébként, de mindegy. Egyébként szerintem nincsen is így. Ez valamilyen, ez ilyen megrendezett komédia, de újra leszünk ezen is, hát nehogy már... Hát ha meg fog majd szólalgálásban. Hát még otthon se hiányolja senki, hát nehogy már itt. Bár ugye múlt héten leköszönt, hogy erre az évre neki vége, lehet, hogy megpróbáljuk megszólaltatni. Lehet, hogy nem sokára vonalba lesz. Megszólalni? Ez Balázsra. Az éteri hang. Halló. Halló. Halló? Na hát szervusztok. Szervusz. Hallottok. Szervusz, Kálmán. Jól vagy? Igen, én most Namíbiában vagyok, úgyhogy éppen itt egy rituális szertartásról kellett félrevonnom, ami nagyon érdekesnek indul, de hát a kedvetekért természetesen minden. Ismerem az ottani szokásokat, nagyon vigyázz az ivarszerveidre, mert ott a rituális dolgok általában ezzel kapcsolatosak, tehát félek, hogy valamiféle malőr fog történni. Nagyon öltöz fel, gatyát sose vedd le. Hordjam én is a namíbiai népviseletet. A bádognadrágot. Abból áll, hogy a brére föl kell tekerni egy állatbőrt. Na most nem volt elég nagy állatbőr, amit én föl kell tekerni, úgyhogy... Na most egy üregi nyúl is hatszor körbe jönni, szerintem. Na mindegy, nem akarok itt a rovásodra élcelődni, persze. Ahogy ezt egy klasszikus mondom, nem akarom a farkadon köszörülni a nyelvemet, úgyhogy jól aztának egy pálmafa is, vagy egy bambuszcső, vagy valami, mindegy. Milyen az idő Namíbiában? Nagyon jó, nagyon kellemes, mínusz 5-7 fok, de persze nem. Az fincsi. 40 fok van, most kicsit izzadok így mesztelenül. Ugye mondom, hogy ott van a gyík való kézben. Na mindegy, nagyon vigyázz, én szóltam. Jó, minden esetre a www.hotelvegtelen.hu-n nyomon követhetik Kálmán namíbiai kalandját real time-ban, ugye? Ja, az biztos. Kell az egy real player, aztán akkor mehet is. Igen, itt az internet még egy kicsit fejletlen, a TCP/IP csomagokat zsákokban hordják a kis néger purdék. Kicsit ambivalens, de semmi baj. Lehet, hogy ettől függetlenül odaér a jel. Hát, ha lassan, de ide fog érni, szóval. A jelnek nem kell rohanni, viszont a jel itt lesz, ebben biztos vagyok. Szerintem nincs egy óra szerintem, és összejön az internet összeköttetés is. Mi a téma, Gábor? Na most már te is kezdem. A megítélés, Kálmán, és pont azt akartuk, hogy hogy ítéltünk meg téged, mikor először láttunk, de ezek szerint arról lecsúsztunk. Hát erről lemaradtam, és hogy ítéltetek? Még sajnos nem tudtam elmondani. Adásba elmondtátok? Még nem. Én ezt elmondhatnám, hogy ítélek meg így a webkamera képén keresztül. Majdvé. Hogy? Látom, hát ilyen valami rózsaszín pulóverben van, ez, pólóban van. Ez nem rózsaszín, hanem... Töroksz a száddal. Hanem pink. Pirosas, pinkes, egészen trendi. És van rajta egy állat. Hát már amennyiben az Eiffel torony egy állat, vagy mi ez akkor? Igen. Szabadság. Vagy mindegy, az torony. Egy mesztelen férfi van a pólódon, ha jól látom. Nem az én vagyok, a Gábor ölében. Az alatta van, Kálmán, és azért nem annyira férfi. De mindegy, egész jó volt a Namib összeköttetés.
Na. Jó, én azt gondolom, hogy ez egy rádiótörténeti jelentőségű bejelentkezés volt Afrikából élő egyenesben. Köszönjük szépen, Kálmán, jövő héten jössz, ha túléled ezt a kiküldetést. Függ. Attól függ, most itt megrezzent a bokor, és itt nagyon szaladgálnak a benszülöttek. Hát nem tudom, lehet, hogy esetleg itt mindenféle állat él, és nem tudom, hogy... Itt is Kálmán nyugodj. Elveszítettük. Hát én azt gondolom, hogy ezek után akkor jövő héten sem hallhatjuk. Kis Kálmán. Igen, hát kis Kálmán. Kis Kálmán mindenkinek. No, tehát a mai témánk a megítélés, ez a Hotel Végtelen, a Rádió Kuna 99,5 MHz-et hallgatjátok, kedves hallgatók. És mondok elérhetőségeket, SMS számot elsősorban ez a 70-es, 70-60-995. Erre várjuk a rövid szöveges üzeneteket, mind a témával kapcsolatban, mind pedig a társkereső jellegű rövid szöveges üzeneteket, hiszen alapvetően egy ilyen párkereső jellegű műsor vagyunk, úgyhogy ha valaki hiányzik az életetekből, írjátok meg, hogy ki az, aki hiányzik, és mi megpróbáljuk előkeríteni őt. A www.hotelvegtelen.hu a honlapunk, tessék látogatni, mert érdemes, illetve ha már neteztek, akkor www.radioq.hu. Mi pedig elcseveréztünk arról, hogy milyen olyan első megítélés létezhet egy ilyen párkapcsolatban, ami akár kerékkötője is lehet a dolgoknak. Gondolok itt arról, hogy az agyon tetovált rocker srácot viszi a lány bemutatni a szülőknek. Ah. No, még mielőtt belehasítanánk a témába, mint a disznó, csak annyit, amit Viora nem mondott a honlapról, de hát azért valószínű tudjátok, hogy azért egy-két nap rendszeressége, szóval szerintem minden második nap felkerül egy-egy újabb írás, ami vagy rólunk szól, vagy általában nagyon hasznos tudnivalókat közvetít felétek. Érdemes már azért is meglátogatni a lapot, hogy ezeket elolvasgassátok, és fogalmatok legyen, ami iszonyatosan szép, de egyben nagyon nehéz egy szar életünkről. Tehát ez elemi érdekünk nekünk is, meg nektek is, hogy lássátok, hogy kivel álltok szemben, az, hogy kivel ülünk mi most szemben. Egyébként csak mondnám, hogy Kálmán gyalázó szava ellenére ez a póló nem pink, hanem milyen szín ez, Viora? Piros és narancssárga hát, között. Hát rózsaszín, vörös, citromsárga. Nem, szóval mindegy, hát azt hittem, te nem kaphatsz ezek után jogosítványt, pedig kaptál, de mindegy, jó. No, na, akkor egy pár üzenetet nézzünk még, amiket ti írtatok nekünk, ugye a Hotel Végtelen oldalán minden adás előtt van egy olyan fórum, ami a következő adásról szól, úgyhogy ezekből fogunk szemezgetni, egész szépen teleraktátok véleményekkel, illetve SMS-ink is érkeztek. Kezdjük talán az utóbbival, mert csak. Kezdjük talán azzal az üzenettel, hogy egy régi ismerőst köszönhetünk, azt írta, hogy sziasztok, pár napja tudta meg Inesztől, hogy ma este újra hallhatlak benneteket, nyomjátok srácok. Nagyon jó, hogy ismét vagytok, bastard. Mert bíztam benne, hogy Joe egyszer megtalál minket, hát Isten hozott Joe. Így van. Ami késett, az nem múlt. Mert az nem múlt. Szeptember óta vagyunk, de örülünk, hogy ránk találtál. Samu azt írta, hogy jó újra hallani titeket, jó a műsor, Samu. Köszönjük szépen, Samu. Következő üzenet. Sziasztok, üdvözlet a személyzetnek és az összes hotel vendégnek. Éppen, hogy vevőkörzetbe értem az ország távoli végéről. Nincs internetem, mert pszik a szolgáltató, úgyhogy a mai téma meglepetés lesz nekem. Szóval mi a téma? Klaviusz kérdezte ezt, aki azóta már megtudhatta, hogy mi a téma. Ja. Aztán szemezgessünk egy kicsikét az internet berkeiben, így vitaindítónak, azt írják a hallgatók, konkrétan Krisz, hogy nem jó valakit csak egy aspektusból megítélni, például kinézet alapján. Igen. Ez teljesen igaz, bár sztereotípiának minősítem a dolgot. Mikor találkozol egy emberrel, a szó fizikai értelmében az első idő pillanatban kizárólag a kinézetét tudod. Tehát semmi más nem látsz róla, mert ugye nem látod a hangját, nem látod a lelkét, nem látod az agyát. Egyszerűen azt látod, hogy néz ki, hogy néz rád, milyen az arca, a szeme, az alakja, teljesen mindegy, hogy férfiről vagy nőről beszélünk. Tehát ha igaz az, hogy az első benyomás számít a megítélés szempontjából, akkor ha első benyomásnak szigorúan fizikai értelemben vett első idő pillanatot vesszük, akkor bizony sajnos, vagy hál' Isten, a külsőből elég sok mindent le lehet vonni. Ezt azért egy picit megcifráznám azzal, hogy nem csak az, hogy az illető esztétikus vagy nem esztétikus, tehát hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, hanem egyszerűen azért, ha jobban belegondol az ember tudatalatt a másik szeméből, bizonyos vonásaiból ki tud mérni egy egészen reális, mondjuk így, jellem, vagy intelligencia, vagy ne adj Isten érzelmi szintet is. Szerintetek 70-es, 70-60, 995? A következő műsorszám epilepsziás rohamot, vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Így van, választhatok, hogy melyikre tartotok igényt, epilepsziás rohamra, vagy a másikra. 70-es, 70-60, 995, ez a Rádió Q és a Hotel Végtelen. A mai témánk pedig a megítélés, erről fogunk cseverészni veletek, nézzük az üzeneteiteket.
a honlapról szemezgetünk most Holdkorongé. Azt írta, hogy a megítélés, mint szubjektív valóságérzékelésünk folyamánya szintén szubjektív. Egy nő valószínűleg ott hagyja a csinos lányt, még rá is húzza a kormányt, míg MG-t esetleg felveszi, de a gélyeknek is bejöhet a durva külsői mackó az útszélén, míg a csini lány továbbra is ott szárad meg. Tehát ugye a Holdkorongó arról írt nekünk, hogy hát nyilván neked a fejedben valahogy kialakul egy kép arról, amit látsz, és hogyha neked szimpatikus, akkor te is úgy állsz hozzá. Igen, és konkrétan a stoppolásról volt, ugye a cikkben van olyan, hogy van, aki egy csinos lányt mondjuk fölvesz, míg engem, aki szintén az útszén átcsorog, mert lerobbant a gép, ott hagy, mert ugye esetleg megijed, vagy nem vagyok neki szimpatikus. Ez is megítélés kérdése valóban, hogy kit hogy ítélünk meg. Itt ebben azért inkább dominál, hogy egy értelmszerűen egy férfi, sőt valószínűleg egy nő is, ha csak nem kifejezetten valamiféle célja van azzal a férfivel, inkább egy olyan embert vesz fel alkalmas, mint egy gyengébet, aki nem valószínű, hogy agyba főbeveri a kocsiban. Tehát ha a stopposról van szó, én is szívesen fölveszek mondjuk egy nőt, teljesen mindegy, hogy milyen korú, mert ugye nem meghágni akarom a kocsimban, esetleg se elvinni. No, Gábor. Jó, hát mindegy. Illetve egy nagyon-nagyon törékeny fiatal embert is szívesen fölveszek, mert hát ugye ez kell a csak... kell néha romantikus. Hát csak nem ver agyon. Bár lehet, hogy akkora pisztolya van, hogy éppen be tud vele szállni a kocsiba, de ennyire nem menjünk be a részletekbe. A megítélés az, hogy én sem szívesen vennék fel egy rohadt nagy kigyúrt kopasz palit magam mellé, de hát ugye, ha meg tudnék állni, ha etikus lenne, hogy megállnék a stoppos előtt, kiszállnék és megmustrálnám az arcát, meg egy pár szót váltanék vele, és aztán azt mondom, hogy jó, hát akkor gyere, mert te szimpatikusnak tűnsz, de ugye ez egy kicsit furcsa, hogy utána azt mondom, ne haragudj, de inkább nem, és visszaszállok. Szóval nem. A megítélés sajnos néha pillanatnyi dolgokon múlik. A stoppos ez egy elég jó példa arra, hogy amit a száguldó, vagy a száguldó, hát mindegy haladó autóból látsz, abból kell kialakítanod egy nagyon gyors véleményt. Lehet, hogy álmaid nőjét, vagy álmaid férfiát hagyod ott, mert éppen abban a pillanatban nem szimpatikus. Lehet, hogy egy hét múlva megismerkedsz vele Budapesten, vagy valahol egy szórakozó helyen, akkor kiderül, hogy óriásit hibáztál. Hát akkor már nem fog kiderülni, valószínűleg nem fog rád emlékezni. Kiderülhet, viszont nem, bocsánat, vannak kézzelfoghatóbb folyamánya is ennek a témának. Például a már említett első randi, hogy milyen megítélés alá eshet az a váratlan esemény, ami első randi közben történik meg veled a másik fél részéről, amire tényleg nem számítasz, és lehet, hogy kicsapja nálad a biztosítékot. Mondj valamit, mert így fingom nincs, hogy miről van. Folyamatosan, nagyon gagyival kezdem, aztán megyek az életszerű felé, folyamatosan lejti a villát, és már mindenki rátok néz, mondjuk. Aha. És hogy azt gondolod, hogy nem tud enni. Há, vagy nagyon ennél izgul. Ennél vannak durvábbak. Vagy nagyon izgul, igen, de hát abból is le tud szűrni valamit, hogyha úgy izgul, hogy patakokba folyik róla az izzadság, és már a mellény bolyát is látod. Igen, ez valóban lehet megítélési alap, konkrétan az, hogy viselkedik valaki, mikor tényleg realizálódik egy találkozó. Azt meg lehet ítélni, sajnos ez még mindig csak abban a részben igaz, hogy azt meg lehet ítélni, hogy elsőre, tehát hogy ismeretlenül, hogy viselkedik. Be lehet tudni annak, hogy ilyen típus. Annak is be lehetne tudni esetleg a dolgot, hogyha úgy vére víz, hogy hozzáragad a ruha, és lejt mindent, és az elébe ejti az ételt, és kiesik a szájából minden, hogy pusztán azért van így, mert izgul, hogy fog bemutatkozni. Úgyhogy mi tudjuk, ha az ember izgul azon, hogy milyen jó külsőt fog esetleg, milyen jó dolgokat fog magára mutatni, akkor annál nagyobb hibákat követel. Tehát blamírozza magát, ahogy mi latinosan mondjuk. Velem is volt már, amit felálltam, és akkor lerántottam az egész abroszt, meg valamit. Igen, viszont... jeleztem, és kiborítottam a poharat, tehát ilyen előfordul. Az ítéletet, ami rólad szól, tehát a megítélést tudod-e módosítani azzal, hogy hogyan csapódik le nálad ez egy ilyen baki után, hogy te mit cselekszel erre. Gondolok itt arra, hogy lerántottad az asztalt, és lehet, hogy elszégyelled magad, elbőgöd magad, és akkor így ennyi volt. Igen. De lehet, hogy egy nagyobb hülyeséggel próbálod meg ezt az egészet eltusolni, és az jön, hogy mennyire jó fej vagy, hogy még az asztalt is lerántotta, de aztán rákezdett a hagymási Péter hagymási pár, és beugrott a nagybőgőbe, mert ilyen jó fej. Nos, konkrétan azt, én csak azt tudom javasolni, aki ebből a dologból esetleg leszűrne valami konzekvenciát, hogy fél, hogy így jár, hogy senki sem, például az első találkozót vegyük alapul, senki sem legyen olyan badar, hogy az első fél óra történéseiből bármit is leszűr, ha csak nem valami irgalmatlanul pozitív. De az első fél órát hagyjuk maga a kezdeti bénázásnak, meg próbálkozásoknak. Igen, csak ez nem tudatos.
Nem tudatos, de lehet egy picit tudatosan kontrollálni. Én mikor egyszer, ugye annó még dohajkoromban, hogy Kálmán mondaná, találkoztam egy nővel egy Mekit presszóban, és ugye lányos zavaromban, mikor felkeltem, hogy elbalagok férfias léptekkel a klozetra, és lerántottam az abroszt, és minden összedőlt, akkor a hölgy kérdő pillantással rám nézett, én meg azt mondtam, hogy direkt volt. Na gyere, menjünk innen, mert az asztal úgy néz ki, mint egy disznó, lőjünk már máshol, micsoda helyez, és nagyon jókat röhögtünk, át is ültünk, a pincér ugye toleráns volt, sikerült kivágnom azzal, hogy én voltam a nagy arc. Ha ez egy olyan hely, hogy az opera bálban. Hát oda ritkán járok, de ez olyan hely, hogy a pincérek nem tolerálják az én viselkedésemet, oda jönnek, és akkor tüntetőleg leszedik a poharakat, meg úgy néznek rá, mint egy darab szarra, akkor egyértelműen beégtem, akkor maximum azt tudom mondani, hogy menjünk innen, mert olyan hely, mint ez a hely olyan, mint egy disznó. És ugrott a borravaló és pincérek. És akkor nem is fizetünk, mert nem ittunk semmit, kibalagunk és átmegyünk egy másik helyre. Tehát valahogy ki lehet vágni. Igen, lehet ezt kontrollálni, viszont én azt gondolom, hogy van, amikor annyira meglepnek téged, hogy az arcodra fagy a mosoly. Az már előfordult egy pártól. És eshet olyan megítélés alá, ami alá nem kellene a kapcsolat további pozitív végkimenetelében bízva. Mert lehet, hogy ez tényleg az egészet egy ilyen bot lesz a küllőben. Az első megítélésért, az első a randina megítélés egyébként van egy egészen érdekes példám, aminél tényleg az arcomra fagyott a mosolyal, hogy ezt erről voltál szíves mondani. Megismerkedtem egy koncerten egy lányjal. Ez a 90-es évek közepe felé volt, és nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, legalábbis úgy tűnt. És akkor szóba is elegyedtünk, és azt is megbeszéltük, hogy legközelebb is találkozunk. Ez egy olyan koncert volt, ahol minden héten ugyanaz az együttes, ugyanaz a napon játszott, nem akarom reklámozni. Találkoztunk jövő héten, még azután is, és tényleg a kapcsolatunk, tényleg a barátinál egy kicsit mélyebbre fordult, legalábbis én úgy éreztem. Én úgy éreztem, bár nem történt konkrétan semmi. És egyszer úgy alakult, hogy megmertem kockáztatni, hogy találkozzunk nem csak itt, hanem valami egyéb helyen, valami vendéglátó, ne egy Isten valakinél, és akkor beszélgessünk tovább, mert a zajban nem lehet, és gondolkodás nélkül bele is ment. Össze is futottunk a megbeszélt helyen, leültünk, és éreztem, hogy teljesen sínen vagyok, és akkor mondta, hogy a barátom, mondta a hölgy, a barátomnak mondtam, hogy ma fogok veled találkozni, és azt mondja, örül, hogy ilyen rendes srácok vannak a környezetemben, és úgy örül, hogy végre biztonságban van. A barátnője az én, és valószínű, hogy értem is fog jönni, ha felhívom, hogy itt végeztünk, hogy ne menjek gyalog haza. Nem érezted átverve magadat? Nem, de az arcomra fagyott a mosoly, visszahúztam a sliccemet, és úgy éreztem, hogy... Köptél egyet, és... És azt mondtam, hogy ki mit iszik, ugye azt fizeti. Nem. Igyekeztem olyan arcot vágni, hogy hát ez teljesen természetes, én ezt tudtam, hogy neked van barátod, ezt ugyan nem mondtam. Feltehetően látott valamit az arcomon, mert egy picit olyan szégyellősé vált a pillantása. És én bár nem is éreztem úgy magamat átvágva, mert ugyanis én sosem éreztem, hogy van-e valaki, teljesen egyértelműnek találtam, hogy ha valaki eljön velem kocsmázni, és minden héten találkozunk, és nincs vele senki, akkor valószínű senki nincs. Nos, ez nem így volt, a barátja ezt a zenét nem szerette, azon kívül bárhova mehetett egyedül. Ennek ellenére az első megítélésem, amiből az következett, hogy ez a hölgy nekem megfelel, és én is neki, teljesen téves volt. Lehet, hogy megfeleltem volna, de nem feleltem meg a szituációnak megfelelően. Olyan volt, hogy a külseje mondjuk annyira változott meg annak, aki a te kiszemelted volt, hogy hirtelen más megítélés alá esett. Gondolok itt arra, hogy megismerkedsz valakivel a munkahelyeden, ahol azért ugye ki kell öltözni rendesen, vagy legalábbis úgy egy ilyen alapformátumot persze magadra kell ölteni, és amikor a randira elmegy, amit megbeszéltetek, már a saját cuccaiban megy, és ez a saját cucc az mondjuk nagyon durva. Hát már negatív értelemben. Gondolok itt arra, hogy pánktarét hord utcán, de a munkahelyen meg úgy fésülő, hogy ne látszódjon. Hát ilyen még megvan, a becsületesen velem nem volt. Tehát az tény, hogyha valaki mondjuk olyan helyen dolgozik, hogy egyenruhát kell hordani, vagy legalábbis valami formaruhát, akkor ugye nagy konzekvenciákat nem vonhatsz le. Mondjuk egy olyan lányjal próbálsz összejönni, aki egy ügyfélszolgálaton, vagy egy banknál, vagy valahol, ahol formaruhát kell hordani, megismered. Látod ugyan, hogy nőként milyen fazonja van, meg hogy néz ki, meg milyenek a lábai, meg milyen a feje, de igazából az öltözékéből, amit az utcán látsz, abból tudod leszűrni, hogy való életben milyen is lehet, ugye valamilyen szinten az öltözék mutatja az ember egyéniségét. Tehát valóban megismersz egy ilyen ápolt szoknyácskás hölgyet, és akkor kiderül, hogy
civilben, meg mit tudom én, bőrgatyába jár, meg bőrmellénybe, és a hátára van tetoválva egy háromfejű sas, meg egy alatta két sárkány keresztbe. És lehet, hogy ez téged nem zavar, viszont mindig gondolsz arra, hogy akiknek bemutatnád, az milyen arcot vágna. Hát ez is felmerülhetne akár bennem, de mindenképp a melső megítélésem, még ha nem is lett negatívabb, de mindenképpen csődöt mondott. Nektek volt már ilyen, kedves hallgatók, írjatok nekünk üzeneteket 70-es 70-60 995. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670 70 60 995. Valamint a www.hotelvegtelen.hu fórumába is be lehet vésni nekünk dolgokat. Azt nem ígérem, hogy mindegyiket beolvassuk majd, de azért igyekszünk úgy válogatni. A témánk a megítélés, és arról cseveréztünk, hogyha valakinek hirtelen megváltozik a külseje, ahhoz képest, amit te gondoltál, vagy ahogy te ismerted. És hát ez nyilvánvalóan menet közben nem változhat a megítélésed, hiszen akkor már megismered valahogy. Tehát a megítélés valahol ugye arról szól, hogy az embert, mint olyat, hogyan ítéled meg. Hát csak is, mert ugye mondom a külsejéből, ha már a ruhánál tartunk, illetve a hajviseletnél, ugye ez bármikor változhat. Tehát abból igazán nem szűretek le konzekvenciát, mert mondom, ha valakit kosztümben vagy öltönyben ismerek meg, abból azért nem szűröm le, hogy ilyen nappal így jár. Tehát ebből nem azt fogom, hogy ez egy kosztümös vagy öltönyös ember, és lehetne az is, sőt, elképzelhető, hogy valóban ki fog derülni, hogy soha semmi más nem vesz fel magára, csak öltöny, meg kosztümöt, meg magas sarkut, meg hoddog harisnyát, itt most a nőkről beszélek, nem a férfiakról. De az a fajta megítélés, amit az emberi lényéről von le, az biztosan a ruha is szerepet játszik, de amennyiben jobban megismerem, feltétlenül nem ugyanabban a ruhában ma hetekig, akkor ezt ki lehet hagyni, mint tényezőt. Megismertem valahogy, az a ruha esetleg arra volt jó, hogy felhívja magára, illetve az illetőre a figyelmet, de semmi más konzekvenciát én a ruhából nem tudok leszűrni. Ugyanakkor a cselekedetek is nagy súlyal eshetnek alatba, például akkor, amikor még nem ismered a másikat, és olyan mondatokat mond neked, amitől te dobsz egy hátast. Például úgy káromkodik, mint egy kocsis, hogyha egy lányról van szó. Wow. De tényleg már olyan piszkosul, mint mondjuk a Kálmán szokott. Blaszfémiába hajló mondatai vannak. Az már felségsértés, amiket a Kálmán mond. Hát nézd, ha látok egy angyalarcú fiatal lányt az utcán, és megismerkedem vele, és tényleg olyan arca van neki, mint Mila Jovovicsnak a Kék Lagunában, tehát ez az ártatlan, nagyszemű szépség, és akkor sétálgattunk, elmegy mellett az autó, ráfücsköri a sárat, és akkor a hölgy utána szólt kedvesen, hogy miért nem meg a jó anyádat. Akkor úgy elmélázok, hogy hát tulajdonképpen azt is lehetett volna mondani, hogy ez az autós nem rám fröcskölte a sarat, hogy milyen rossz emberek vannak. A fene vigye el. Az ördögbe, de esetleg tényleg elküldni a csába. A 7 krajcárját. A 7 meg a 8-át mondja neki, akkor még ki is röhögöm. De ha elküldi halál fennszóval a csába, akkor nem törvényszerű, hogy úgy veszem, mert ez egy rendkívüli esemény, bele is gondolhatom azt is, hogy nem ítélhetem meg úgy, hogy egy trágár állatnő, mert ez egy rendkívüli szituáció, hát nem bírta a vérével. De lehet, hogy ha a harmadik, negyedik alkalomnál, amikor végig meg a kötőszó, meg ilyesmi, akkor leszűrök egy konzekvenciát, hogy esetleg ez engem zavarhat, és akkor úgy döntök, hogy most még egy kicsit kivárok, hát ha megszelidül, mert csak rossz napja van, vagy ilyen, és akkor lehetséges, hogy mondjuk bizonyos szempontokból jó, de társaságban inkább nem mennék. Jó, de abba gondolj bele, hogy vázoltad ezt az angyalarc és káromkodás dolgot. Igen. És érdekes, hogy mennyire kevésbé lennél akkor meglepve, hogyha ezt a káromkodást egy számodra előnytelen külsejű valaki prezentálja. Tehát, hogy egy olyan nő, aki történetesen a kolléganő, de abszolút nem akarsz tőle semmit, egyáltalán nem is tetszik, mégis úgy alakul, hogy neked kell hazakísérned, ugyanúgy lefröcsköli az autó, és ugyanúgy káromkodik, és mégsem lepődsz meg ezen annyira, holott hát itt arról van szó, hogy ugyanúgy nő mondja ki a mondatot, ugyanazokat a primitív mondatokat, és mégis más megítélés alá esik. Így van. Tulajdonképpen ki is mondtad a lényeget. Elvileg ugyanúgy meglepődöm, tehát nem, vagy ha csak valamilyen szinten, annyira. Csak abszolút nem érdekel, hát most tőlem káromkodhat mint egy focista a meccs közepén. Mert az elején szoktak káromkodni, utána nincsen már levegőjük. Tehát tőlem káromkodhat megállás nélkül, mert kapcsolatom nem lesz vele, társaságba feltétlenül nem járunk, aztán majd viselje az audienciát, hogyha más előtt káromkodik. Tehát amikor még a tervben sincs, hogy engem érint a másik ember bármiféle cselekvése, tehát az én megítélésem esetleg a jövőmnek is valamiféle része lehet, akkor természetesen kisebb súlya esik alatba az, hogy valaki hogy viselkedik, vagy hogy öltözik.
Na, néhány vélemény, lemaradtunk az SMS-ekkel, lássuk. Amikor először hallgattalak titeket még tavaly nyáron, akkor is csak ketten voltatok, úgyhogy ma kicsit nosztalgiázhatok. Persze Kálmánnal kerek a műsor, de ketten is jól nyomjátok, ez Logan véleménye volt. Nagyon köszönjük. Köszönjük szépen, aztán a Radiokón keresztül is kaptunk egy pár üzenetet, ezeket beolvasgatjuk. Biztosabb, hogyha SMS-t írtok, ezt azért mondom, hogy ne legyen belőle sértődés, hogyha ide ritkában látogatunk. Ferenc azt írta, hogy sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok nektek, és remélem, hogy a következő évben is foglak majd titeket hallgatni. Lulunak meg drukkolok, és sok sikert, remélem, hogy amit tervezett, az összejött neki. Üdv Fegyenc. Köszönjük szépen, és köszönjük, legközelebb 5-én fogtok hallani Isten segítségével. Hogy Lulu mit tervezett, azt nem tudtuk, de feltétlenül lehet, hogy megírja. Biztos sikerül. Szép estét, beléptem a második X-be, azaz ma lettem 20 éves. Az első, hát itt tapsjál. Metal 89 érte ezt, úgyhogy wow. Feltételezem, hogy 1989-ben született. Jó nyomod. Ugye? Az alkalmazott matematika az erőség. Az első benyomás fontos, de igazából nem abból fogod megismerni. Persze, ahogy MG mondta, ez szituáció kérdése is lehet. Én megpróbálok nem az első benyomások után megítélni senkit, ám van, akin rajta marad az, hogy az első benyomások értek. Ahogy az első benyomások értek. A szituáció itt egy valóban kulcs szó, mert teszem azt, valakinek mondjuk nem szimpatikus, ha egy nő mondjuk erőszakos, vagy határozott, vagy kemény, mert kifejezetten a nőjes nőket szereti. Ha találkoznak, ahogy te idézted, mondjuk az opera válon, és ott tényleg mindenki simul, és kedves, és udvarias, legalábbis elvileg, akkor abszurd, hogyha egy nő a veled levő hölgy estei ruhában, és kicsit császva, és belőve a tolla, meg csillog az arcán a Swarovski, meg minden. És akkor elmegy mellette valaki, meglöki, és akkor a hölgy nem azt mondja, hogy az illető azt mondja, hogy pardon, és akkor a hölgy azt mondja, semmi baj, hanem azt mondja, hogy miért nem nézel magad előtte, hostom a tehén, hát csáruglak úgy, hogy megőrülsz. Ez opera bálon, ez hülye jön ki. Ugyanez mondjuk egy 20 hét az arcom koncerten, vagy DJ agyhalálnak valamiféle műsorán. Köszönésnek is betudhat. Ha neki megy valaki, akkor nem mondhatja, hogy semmi probléma, hát máskor is nyugodtan, akkor tényleg valóban életszerűbb, ha azt mondja, hogy te figyelj, vakegér, miért nem nézel, váglak állon, hogy eltöröd a diszkópultot, már is ő megalapozta a belépőjét, és akkor az ember azt mondja, hogy hát nem volt túl nőies, ellenben a szituációnak teljesen megfelelt, és lám, ha kimegyek vizelni, akkor ezt a nőt addig nem fogják kifosztani, meg agyonverni, mert szerintem lehet, hogy egy tömegverekedés közepébe fog kerülni, míg a WC-n vagyok, de legalább nem lesz baja. Tehát a szituáció nagyon sokat számít a viselkedés szempontjából. Ha valaki jó helyen, jó időben adja elő esetleges mindkét énjét, tehát a szelíd, kecses, monalizaszerű mosolyát, meg a Metro-Goldwyn-Mayer oroszlánnak az üvöltését, akkor természetesen ez ugyanaz a megítélés alá esik. Tehát akkor azt mondtad, hogy időzíteni tudni kell. Azt tudom rá mondani, hogy a szituációnak megfelelően tud a hölgy viselkedni, vagy egy férfi esetében is, és akkor nincs gond. A férfiak gyakran elkövetik azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy attól férfiasak, hogyha mennek egy lánnyal, és amúgy szelíd emberek, de úgy érzik, hogy a férfiasságukat azzal kell villantani, hogyha a nőre valaki ránéz, abban a pillanatban elélépnek, és 12 arc vágás. Mi van, beszól, megfogja a füleit, lefejeli, tökörrugja, és akkor azt mondja, hogy látod, elbántam a kis csírával, bazz. És azt mondja, hogy hát kivéve csak akkor, rám nézett. Egy sokkal erősebb ember. Mert olyan hülye férfi nincs, akinek ugrik egy ilyen Mahometnek, és akkor jó megverik, aztán persze a szándék meg jó volt, tehát igen. Akkor visszajön véresen, és azt mondja, hogy légy szíves, vigyél fel magadhoz, és ápolgass, mert orvosra lenne szükségem, de jó vagy te is. És akkor az altestem nagyon fájlalom, azt esetleg megmasszíroznád, még taktikának se rossz egyébként. De életszerű, hogyha a férfi nem avval óhajt villantani, ha nem olyan pont, hogy éppen leüti az első sanyarúbb embert az utcán, mert hogy ránézett a jövendőbelére, mert megítélésnek, még ha nem is olyan megítélésnek, elég rossz ómen, hogy valaki első körben halálra rúgdos valakit az utcán, utána pedig kézzel fogja a csajt, és mondja, menjünk gandalogni a szigetre, mert ez olyan romantikus. Az még véres a cipője, meg a csünga mellényzsebén egy letépett arc, meg egy fog. Utólag belegondolva, mégsem igaz az a tézisünk szerintem, meg most tudok ellenpéldát, hogy ha már megismerted emberünket, akkor már utána a megítélés az nem nagyon változhat, hiszen már megismerted. Mert mi van akkor, hogy egy olyan váratlan szituáció keletkezik egy már fél éves kapcsolatban, ahol azért az emberek ismergetik egymást, ami azt jelenteni, hogy mondjuk valamelyikük bajba kerül. Igen. Elveszíti a munkát, és segítségre van szüksége, amit úgy gondol, hogy a másik fog majd prezentálni,
a másik pedig nem a helyzetnek megfelelő, nem az elvárt viselkedés fogja prezentálni, hanem hát vállat vonogat, hogy te problémád old meg. Szóval érted, hogy, hogy hirtelen más megítélés alá az emberünk, hogy, hogy nem segít. Hát igen, a váratlan helyzetek, különösen a baj, tehát amikor a, ugye baj történik, az mindenképp egy, egy fordulópontja minden kapcsolatnak. Tehát ahogy mondtad, például elveszít az egyik a munkáját. Vagy, vagy mit tudom én, átmenetileg nem kap fizetést, vagy valami. És akkor elmegy a másikhoz, akivel éjjel-nappal együtt hálnak, és ők közösen tervezik az életüket, és mondja, hogy hát képzeld el, a nem titkolt szinte hallja, borítékolja másik mondatait, hogy képzeld el, nem kapunk ebben a hónapban fizetést, csak 2 hét múlva van 2000 forintom, nem tudom, hogy fogom kihúzni, nem lesz mit tennem. Én se tudom. És azt mondja a másik, hogy hát tényleg nagyon szar neked, mert hogy én nem adok egy rúfontja, az biztos. Figyelj, oppo. Barátai nincsenek, hogy valamit, figyelj, most itt van kaja a hűtőbe, valamennyit vigyél nyugodtan, aztán utólag kifizeted, tehát felírom, hogy mit vittél, azt majd elhozod, vagy, vagy visszahozod. Jó, semmi gond, hát nézd, dohányzó, hát majd nem beszél cigit, kibírod azt a 2 hetet. De most komolyan, tehát előfordulhat ilyen szituáció, amikor azt gondolod, hogy, hogy segítséget fogsz kapni, tényleg, hogyha baj van, viszont ehhez egy fityiszt kapsz, hogy ne, ehhez megmutatkozik az illető ember igazi arca. Igen, és mondhatjuk és, azt is. Na és ilyen esetben te azt hitted, hogy ismered, de változik róla a megítélés. Igen, ezek szerint akkor ismerted, legalábbis úgy gondoltad, a megítélése, nem csak, hogy a megítélése változik, hanem teljesen átértékeled az embert, és úgy döntesz, hogy amit te eddig gondoltál, ahogy te megítélted, az teljesen. Még a pozitív tulajdonsága is ilyenkor a sűjesztőbe mennek. Minden elmegy, ha valaki ilyen szinten meg tudja bántani, vagy alázni, vagy megdöbbenteni a másikat, akkor még az eddigi pozitív tulajdonságok, amik felgyűlemlettek, azok is úgy egy perc alatt devalválódnak, és marad egy, egy szarrágos is... féreg, aki a bajban nem áll mellém, ergo kirúgom. De figyelj, ez akkor is igaz, hogyha nem ilyen kardinális problémákról beszélünk, mint álláselvesztés, hanem most nem hülye példa lesz, de egyszerű segítségkérés, hogy figyelj, most jönnek vendégek, ezt a 20 liter vizet föl kell ide raktam a gáztűzhelyre, emeld már meg, Léci, te vagy a férfi, te meg azt mondod, hogy nem. Nem emelem, mert leszállnak a tökeim. De nem, igen, ez annyira azért nem. Te hívtad át a vendégeket, vagy én? Nem, most mi vagyok, én vízhordó szamár, mondja. De van egy kicsit életszerű példa is. Ez tökéletes. Felhívja a srác a nőt, mondjuk, hogy átmehetnék és veled alhatnék? Mondja diszkréten. Mondja a nő, hát nyugodtan, mondjuk megvan, tehát, de gyere nyugodtan, és azt mondja, ja, megvan, akkor ne haragudj. Jó, mikor megy el? Hát 3-4 nap. Oké, na akkor 3-4 nap múlva hívlak, aztán szóljál, ha jó vagy, és akkor átmegyek. És akkor ugye, és le is teszi a telefon, mondván, hogy tulajdonképpen most miért ment volna át? Hát most megvan, hát aludni otthon is tudok, annak meg megvan, amit zavarogjak én ottan. Lehet benne valami kínos igazság egy férfi szempontjából. Gyakorlatilag ennél jobban csak azzal tudja megsérteni a nőt, ha azt mondja, hogy te egy ocsmány állat vagy, és gyűlölek. Talán még ennyivel sem. Még ezzel sem, mert ez csak egy vélemény, a másik viszont egy kifejezetten jelzés arra, hogy tulajdonképpen az a nő nekem egy 2 lábon járó punc, és semmi másra nem szolgál. Ezt azért kerüljük, elég rossz megítélést ad az emberre. Szerintetek 70-es, 70-60, 9-9-5. A személyzet stílusáért a Hotel Végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek, csak a munkájukat végzik. Itt vagyunk ismételten veletek, csak a munkánkat végezzük. 70-es, 70-60, 9-9-5 az SMS számunk, a mai témánk a megítélés. Ti most a Hotel Végtelent hallgatjátok a Rádió Kuna 99,5-ös megahertzen. Továbbra is búzítunk titeket arra, hogyha gondoljátok, és éppen társat kerestek, akkor dobjatok egy ilyen üzenetet, amiben leírjátok, hogy kit kerestek, és akkor mi megpróbáljuk összepasszítani az adatbázisunkban szereplő nevekkel, paraméterekkel. No, felvetettünk egy érdekes dolgot itt egymásnak a zene alatt, Gábor. Hogy a megítélés, bármennyire úgy egysikúan vesszük, tehát egy szóval jelöljük, hogy megítélés, a nemek szempontjából mindenképpen erősen különbözik. Hogy értem ezt, kérdezhetnéd joggal? Hogy érted ezt? Köszönöm a kérdést, már vártam, nagyon jó kérdés. Szerintem a Kálmán is megkérdezte volna, de itt most csak a meleg helye van itten, ha érted, hogy mondom. Nem mondom, hogy hűt helye, hadd örüljön. Hát a Kálmán helye. Tehát a meleg Kálmán helye van itten, na mindegy. Tehát a férfiak és a nők ugye törekszenek arra, mondjuk az első találkozáskor, hogy megpróbálják a másikat megítélni, valahogy véleményezni, valamiféle képet kialakítani róla. Csak alapjaiban a szempontok különböznek.
Hát a férfi, ugye most lehet, hogy nagy újdonságot azért nem fogok mondani, de gyakorlatilag az első randevún két dologra próbál koncentrálni. Hogy néz ki a nő, tehát megpróbálja mindenféle szerveit, amik esetleg ruhával el vannak takarva, vagy nem annyira látványosak, hogy ezt le tudja szűrni, hogy milyen lehet ruha nélkül, és hogy mikor fog az illető hölgy vele lefeküdni, tehát vagy bármiféle minimális szexuális aktusba bocsátkodni. Most azért nem menjünk bele, hogy mikor megy ki a klotyóba elétérdelni, tehát nem ilyen primitíven. Általában a külse, illetve a szexuális habitusa, illetve a hajlandóságának az időfaktora érdekli. Ebből a szempontból tesz fel kérdéseket, ami teljesen mindegy, hogy mit kérdez, hogy szereted az állatokat, meg a bírod el kelkáposztát, meg láttad a meccset. Arra akarsz kiukadni, hogyha olyan bármit válaszokat kérdezi. Ad, ami neki tetszik, akkor pozitív megítélés alá esik, függetlenül attól, hogy milyen ember a múlt. És akkor abból azt fogja leszűrni, hogy ez nem ez sokára lefekszik velem. Míg a nő alkatából adódóan értelmszerűen inkább abban próbálkozik megítélni a másikat, hogy bár kicsit előre halad a dologgal, hogy mennyire lehetne esetleg ez az ember jó apa, mennyire gondolhat komolyan egy házasságot, mennyire lehet benne megbízni. Tehát ilyen lelki és a jövőbeli dolgokra koncentrál, a távoli jövőben is szerintem esetleg. Szerintem az elején még nem. De biztos, szerintem biztos. Nem, benne van a vérükben, szerencsétlenek. Nem, szerintem az elején teljesen ugyanaz cikkezik át mind a két fél agyában, és utána persze mások lesznek a szempontok. Tehát lehet, hogy a pasinak megmarad ez, illetve még az is, hogy mennyire engedékeny, mennyire ez, meg az, meg a maz, míg a nőnek valóban előtérbe kerülnek ezek a dolgok, amiket te mondtál, de szerintem az elején ez nem ilyen markánsan válik ketté. Biztos, hogy nem annyira tudatos, hogy abban a tudattal megy az első randira, hogy most kitapogatom, hogy hány gyereket akar, és hol akarunk együtt lakni. De a nő, ugye szerencséjére a nőnek ilyen illésre méltó helyzete van, ő biztos lehet benne, hogy ez a pali bármikor meghúzná. Tehát ez nem is kérdéses. Tehát igyekszik arra gondolni, hogy ez a dolog megvan, tehát beszélgessünk. A férfi viszont soha nem lehet biztos abban, hogy ez a nő első randin, vagy a közeljövőben le fogja lefeküdni, tehát neki ugye ostoba férfi lelkével és férfi agyával ez a kardinális szempont, úgy gondolja, hogy ezen essünk túl, aztán majd beszélgethetünk gyerekeken, meg együttlakáson, meg ki mit szeret, meg milyen zenét szeret. De ugye, mivel egy engedelmes lélek és a cél érdekében bármit megtesz, a hölgyek figyelmét felhívnám a megítéléskor. Ha a férfi nagyon értelmes kérdéseket tesz fel, és igyekszik mindenféle operától kezdve a filozófián át a tudományig beszélni, ne higgyetek neki. Gyakorlatilag minden kérdésével azt akarja kipotolni, hogy hajlandóak vagytok-e lefeküdni vele. Ez biztos. Nincs ebben semmiféle rossz indulat, hanem konstruál, meg mindenféle verziókat állít fel az ő agyában, amihez képest egy egykori Commodore 64-es egy kezdetleges számológép volt. Tehát a férfi se nagyon okos, viszont nagyon tud kalkulálni, arról van szó, hogy mikor tudja ágyba csábítani a jelöltet. A nő viszont bármilyen meglepő, minden kérdésével valóban őszinte. Tehát ő tényleg azt akarja tudni, amit kérdez. De az első időkben sajnos ez így van. Tehát ők tényleg azt kérdezik, amit akarnak tudni. A férfinek meg minden kérdésével az a lényeg, hogy igen, de most meddig kell még itt ülnünk, mondja mindegy hangtalanul, és mikor megyünk már fel, és mikor fekszel már alá. Egyik az olyan elméleteknek a világban, amivel mindenki egyetért, de tudat alatt mindenki tudja, hogy nem igaz. A férfiak egyetértenek ezzel, amit most mondtál, hiszen hát ők tudják magukról, hogy ők így gondolkodnak. Hát az biztos. A nők pedig szeretnék azt hinni, hogy ők így gondolkodnak, ahogy vázoltad, ugyanakkor pontosan tudják, hogy nem így gondolkodnak. Szerintem sokkal kevesebb a két nem közötti különbség, mint ahogy ez tálalva van. A későbbiekben persze kialakulhat ez az ellentett pár, hogy a nő már tovább lépne, még a férfi nem. Viszont az elején szerintem teljes mértékben ugyanaz a két fél gondolkozása, ugyanúgy az ágy körül járnak a gondolatok, ebben nem különbözik a két nem. Megpróbálnám egy példával megvilágítani. Egyrészt az, hogy a karikatúra, tehát egy ember fejét karikírozva rajzolod le, mindig sokkal jobban kiemeli a jelezetes vonásokat, mint egy naturportré, tehát ezért egy kicsit el kell túloznunk a gondolkodásbeli szerepeket. Másrészt, hogy egy nagyon látványos példával éljek, azt mondod, mindkét félnek az ágyon jár az esze. Igen, csak a férfinak azon a részén az ágynak, hogy mikor fekszenek már bele, a nőnek lehet, hogy azon, hogyha együtt fogunk lakni, milyen ágyat fogunk venni. Mind a kettő ágy, való igaz. Csak az egyik a praktikusság és a jövő szempontjából, a másik pedig abból, hogy ne szakadjon le, amíg éppen dugunk. Hát én azt gondolom, hogy ezt könnyű gondolni, de nem így van. Nem, döntsenek a hallgatók. De hát el fogják ők dönteni, elég okosak. 70, 60, 9, 9, 5, és akkor nézzünk üzeneteket. Hali, évek óta hallgatlak titeket Budapest Rádió óta, most írok először, nagy császárok vagytok, csajt keresek 18-23-ig, üdv Fegyencnek, colos voltam.
No kérem, hát Szolos, hogyha írnál magadról pár dolgot, az úgy megkönnyítenéd, de azt fogjuk csinálni, szerintem, hogy fel fogunk hívni, aztán, hogyha vállalod, akkor cseverészünk veled egy kicsikét. Jó, én felírtam eddig a meglevő bőséges adatbázis, tehát Szolos, ennyit tudunk róla. És 18-23-ig terjedő csaj. Majd ezért szűkítsük, illetve egy picit tágítsuk. Kicsit majd ezért. Igen. Sziasztok, klassz volt a Gánszám, pont ma emlegettem egy barátnőnek, hogy mekkora kedvenc gondolatolvasók vagytok, ez Hobbit lány írta. Igen, hát, akkor lennétek bajban. Szeretjük. Jaj, ne is mondd! Egyébként elárulnám, és most ezzel egy kicsit genyó vagyok, és Viorának alávágok. Van itt egy olyan album, amiről két számot én többek közt én is hoztam, azaz, hogy ezt én, és most már kénytelsz a Viorra vetenni őket. Az egyiket én küldöm majd nektek a 11 órás kétszámos blokk után a következő számnak ajándékba, új évre, a másikat pedig az egyik kedvenc számom. Na csak ezt úgy elmondtam, hogy kíváncsiak vagyok, ezt hogy mássak ki magát. Nos, én a véleménye a hotelvegtelen.hu-n az, hogy még szerencse, hogy nem egyformán ítélünk meg dolgokat, lehet akármilyen jó fej valaki számomra, ha kihömpölyödik a mellszörzete az ingalól, hát jáj. Van, aki pedig úgy ítéli meg, na ez aztán a férfi. Tehát az ítélet időnként igazságtalan, elhamarkodott vagy sablonos. Az évek során azért változhat ítélő képességünk velünk együtt. Jó ez a mellszőr, de alapjában véve jó az, hogy szóba került, hogy a férfiak a nők külsejéből megítélik a nőt. Az ő megítélésük rendkívül egyszerű, jó nő. Azaz jó lenne megdugni. Tehát gyakorlatilag ez első körben ez a megítélés. Tehát igazából annyira azért nem foglalkoznak vele, hogy van-e ott mellszőr vagy nem, míg a nők ugye a férfi külsejét valamilyen szinten első körben meózzák, megítélik, és jönnek ilyen apróságok. Egy férfi általánosságban véve azt mondja egy nőre, hogy jó nő, akkor tulajdonképpen abban a pillanatban nem fog elgondolkozni, hogy hát jó nő, de az én ízlésemhez nagy vagy kicsi a melle, az én ízlésemhez rövid vagy hosszú a lába, rövid vagy hosszú a haja, nem ilyen a szeme, nem ilyen szemre gondoltam. Első körben unblock megítél egy nőt, azt mondja, jó, kell és megcsánnám. Halló, szép estét kívánunk, Szolost keressük. Én vagyok, tiszteletem. Halloween. Hello, élő egyenes adásban vagy a Hotel Végtelenben a rádiókban. Írtál nekünk egy üzenetet, azért hívtuk fel, hogy tudjuk-e kicsikét szűkíteni a kört. Azt írtad, hogy 18-tól 23 éves korig keresel lányt. Egy pár dolgot erről, hogy milyen legyen, illetve magadat, hogyha jellemeznéd, az lehet, hogy megkönnyíteném a jelentkezők. Jó, hát magamra 23 éves vagyok, 190 centi, azért írtam a Szolos találóan, ugye? Uh-huh. Igen. 95 kiló. A betyárját. Az ilyen magassághoz, az teljesen azt mondta, hogy átlagos, normális. Ugye? Ünnepek óta, hát így felcsúszott azért, ugye? Meg ha lett, klotyon se voltál ma. Tehát... Nem, hát olyan szorulás volt, már 3 nap. De azért mondom, hogy jó, az 94-nek, 92-nek. Oké, tehát egy kicsit szorulásos, 190 centis, durván egymázsás fiatalember vagy 23 évesen, a foglalkozásodról, vagy a hobbidról valamit, tehát ami ugye a szellemi részét is tükröző dolognak, elárulsz, vagy maradjon ez a jövő titka? Hát elárulok, főiskolára járok. Igen. Szeretem leginkább a küzdősportokat, egyiket járok is. Akkor bocs az előző folyénél. Akkor nem szóltunk. Úgy, szeretem a focit, ugye mindenki. Igen. Uh-huh. Hát, jó, igen. Rockzenét leginkább. Helyes. Inkább a metált. A kiszemeltel kapcsolatban milyen elvárásaid vannak egy tólig magasságot, esetleg, hogyha tudsz mondani, vagy súlyt, alkatot. Vagy alkatot, vagy bármit? Hát inkább a vékonyabb alkatú lányt, de az ilyen pontyó kategória se rossz, tehát azt tudjátok mi. Pontyó? Pontyó, ez amit a spanyolok hordanak, nem az a ruha? Pontyó, igen, igen. Na, szóval pontyó az, akire azt mondják az utcán, hogy de jó. Hát valami jó. Szóval ne legyen ezért egy mamut, de ne is legyen egy anorexiás. Igen, de hogyha kicsit anorexia, az se baj. Aha, tudsz élni. Na mindegy, hadd ropogjanak azok a bordák. Oké, tehát egy vékony testalkatú, már nagykorú, de még nem matuzsálemkorú hölgyet keresel, akinek a magassága végül is valószínűleg, hogy a te magasságodban adódóan azért ne legyen inkább 150 centi. Hát nem, bár a alacsonyabb lányokat is nagyon kedvelem. Aha. A ízlésebeli dolgok, tehát valamit feleljen meg a tiédnek, tehát szeressen mondjuk rockzenét, meg hát igen, meg ne ellenezze a sportot, lehetőleg gondolom, hogy nem dohányzol. Hát időnként azért megesik. Jó, tehát akkor nem zavar, hogyha hölgy is no, de mondjuk. Edzés közben nem, azt azért szögezzük le. Hát nem, de kikérezkedek vécére, és akkor gyors. Ez a biztos. Én is így csinálnám. Jó, hát körülbelül tisztában vagyunk a dolgaiddal. Annyit még mondasz, már nem kardinális kérdés, de hidd el, sokat jelent.
Hosszú hajad van, vagy rövid? Rövid. Most rövid, ugye, mind izé. Jó, ha rövid hajad van, akkor nem énekelsz ma nekünk, hanem rappelsz, gondolom. Mit csinálják? Hát valami kis vagy rövid rappet nyomjál nekünk. Ne is rappelésre. Hát az nem igazán. Gitárszóló? Léggitár is jó. Léggitár? Csináld nyugodtan, látjuk. Csinálja már, látom. Már látjátok? Ez jó, igen, ez jó. Ez nagyon ezt jó, te vagy a legjobb. Ez Michael Schenker volt. Jó, Tudos, egy utolsó kérdés, a számod kiadható esetleg, hogyha érkezne kérés? Természetesen. Szuper. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, maradj vele. További jókat. Évet, meg mindent. És boldog új évet neked is. Évet. Szervusz. Hi. Köszönöm. Mi köszönjük. No, hogyha valakinek elnyerte a tetszés egy szolos, akkor mondok egy SMS számot. 70-es, 70, 60, 9, 9, 5. Most azt mondja, mondok egy SMS számot, és ezt felhívják, és kapunk majd ilyeneket, hogy szolos, gyere és csinálj meg. Hát ez a rádiószám, ami orrágám, azt mond meg nekik. Hát olyan már, milyen gonosz vagy velük új év napja előtt két nappal. Te jó Isten, ez mi? Fú, vámos is árai. Szóval azt hittük, hogy a Ramones, ugye neveből adódóan ez egy punk zenekar, és mi nagyon szerettük ezt a számot, konkrétan egyikünk se ismerte. Itt kérünk elnézést a hegedű szólóért. Köszönöm szépen. Kálmán rakta le. Kálmán bűne. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Így van, kérdezzétek meg a kezelőorvost, vagy a gyógyszerészt, és hallgassatok Rádió Q-t, itt a 99,5-ös megahertzen jártok jelenleg is, és a Hotel Végtelen folytatja a műsor folyamát. Nem is tudom, hogyan tudnám összefoglalni az elmúlt egy órában, mi történt. A megítélés a mai témánk, és volt nekünk egy Szolos nevű társkeresünk. Gábor, egy retrospektív válogatást, hogy Szolos kit keres, illetve hogy őt hogyan kell elképzelni. Természetesen, ahogy gondolod, először egy szolgálati közlemény, egyik hallgatónk punk Debrecenből a Tankcsapda koncert üdvözli minden hallgató társát, illetve a Rádió Q hallgatóit, ez kötelességünk volt továbbadni, neki jó szórakozást kívánunk. Szolosról a következő: 190 centi, 95 kiló, bizonyos források szerint 92, 23 éves rockzenekedvelő, rövidhajú, küzdősportokban jeleskedő főiskolás fiatalember, korban hozzáillő, tehát 18-23 évtől terjedő perifériájú hölgyet, vékony, nem baj, ha csontsovány, úgyhogy ez van. Úgyhogy várja a jelentkezőket, a telefonszám, illetve az SMS számot mondom, 70-es, 70, 60, 9, 9, 5. Félreértések elkerülése véget ez a rádiónak az SMS száma. Aztán mi meg majd továbbítjuk a dolgokat. És megítélés kapcsán rengeteg a beérkező üzenet, mind a hotelvegtelen.hu-n, mind a radioq.hu-n, mind pedig az SMS falunkon, úgyhogy szerintem ebben a sorrendben fogunk tovább haladni. Hal azt érte, hogy ez a mellszőr dolog kölcsönös, mi sem szeretjük, ha egy nőnek kilóg a topból a mellszőrzete, de lehet, hogy van olyan, aki azt mondja, na ez aztán a nő. Hát van, aki azt mondja, hogy a szőrös mellő nőről, hogy ez aztán a nő, hát ízlés dolga. Én nem nagyon, személy szerint, ha ide tartozik az én véleményem, nem nagyon kedvelem a szőrös nőket. A melle szőrös, tehát mondjuk van a mellén mondjuk egy bojt. Persze van, akinek ez esetleg vonzó lehet, mert ismerek én elvadult embereket. Hát, nem vonz. Tudjuk, hogy kire gondolunk. Hát egyértelműen tudjuk, hát, de most nincs itt. Kamerában. De most nincs itt. Tehát az ugye az őskorban vagy, hát a prehisztorikus korban volt ugye a bojtúszós hal, amit mindannyian nagyon bojtos, szeretünk. Nem? Bojtos. Bojtos úszós hal, igen. Hát a bojtos melles nő az azt hiszem, hogy nem fog ebbe a kategóriába sorolni, tehát a régészek nem csókolgatják az összes leletet, meg az élő emberek sem. Természetesen nem vitatjuk el a jogát annak, aki az ilyen csubakkaszerű hölgyekre rá van gerjedve. Sőt, van olyan nő is, aki kifejezetten szereti magán a szőrt. Hát Isten tudja, télen nem fázik ez kétségtelen. Az én megítélésem az, hogy... Meg ez az irodalomban is előbukkan, Sir Falstaff. Sir Ivanhoe. Sir, mit tudom én, bárki. Sir Paul McCartney, bár ő nem volt annyira szőrös. Tehát az én megítélésem a szerint, hogy valaki szőrös vagy nem, mindenképpen negatív. Tehát azt kell mondanom, hogy én nem nagyon kedvelem a szőrösnek. Most nem azt mondom, hogy semmiféle pihene legyen rajta, meg ugye csodák nincsenek, de azért a melleközt ne burjánozzon olyan, hogy átszúrja a blúzát, és a zsabókból ne budjanjon ki egy akkora bojt, hogy a buki felsírna az örömtől.
De ez is lehet megítélés kérdése. Sajnos mi férfiak annak vagyunk, hogy ez a még ha valami hihetetlen jó alakú nő és hihetetlen értelmes és életünk párja lehetne, akkor is első körben mondjuk egy olyan férfinek, aki taszít a szőr, egy szőrös nő, vagy akkor mondjuk a karjai, meg a melkasa, meg a bajusza van, mint Bradis Bélának, elijeszti a dolgot, tehát annak a kapcsolatnak így első körben reszeltek. No, néhány SMS. Szerintem nagyon sarkosan fogalmaztok. Minden attól függ, hogy mit láthat egyik a másikban. Ahhoz alkalmazkodik a randik folyamán. Ez Hopi írta. Van, ahol igaza van egyébként Hopinak. Tehát, hogyha te valakit úgy istenítesz, hogy egész egyszerűen már bután, akkor nem fogod észrevenni, nem fog más megítélés alá kerülni, akkor sem, hogyha hülyeséget csinál, hiszen a szemeid előtt egy ilyen érzelem barikád van, amit nem tudsz átmászni. Egyrészt. Másrészt azért fogalmazunk sarkosan, mert kimaradt egy olyan részlet a dologból, hogy amit úgy hívunk, hogy előzetes információk. Mit értek ez alatt, kérdezhetnéd joggal, Vion? Mit értesz ez alatt? Köszönöm a kérdést. Például van egy társaság, ahova te be fogsz kerülni, kedves hallgató. És hallod, hogy hát te úgy vagy, egy magányos férfi ember vagy, és tudod, hogy a társaságban vannak szabadon kószáló hölgyek is, tehát avval a tudattal mész, hogy hát esetleg kerítesz magadnak valakit. És elkezdesz tapogatózni otthon lévő barátaidtól, akik a társaságban otthon vannak, hogy hát milyenek ezek a nők, és mondjál, hogy hát van ilyen is, meg ez. Van egy, amelyik nem túl jó. Kicsit mondjuk, teszem, nem az én véleményem, azt mondja, hogy picit dagadt, meg ugye nagy a feje, meg hülyén néz ki a haja. Dagadt. Meg mit tudom én, viszont irgalmatlan jó az ágyba, nagyon könnyen lefekszik bárkivel, és nagyon rendes, és mindent bevállal. Ez egy előzetes információ. Most egy felméret, hogy szemeid előtt megjelenik egy meglehetősen csúnya nő, aki kapható bármire, és úgy döntesz, hogy na jó, hát ez talán mégse. Elmész a társaságban, látod, hogy tényleg vannak csinosabb nők, és valóban ott van az, akit neked vázoltak, és megnézed, hogy mennyire elfogadható. Hát azt mondod, hogy végül is alapjában nem biztos, hogy nekem kéne ilyen, de azon információk alapján, amiket én tudok róla, ahhoz képest ez nem is olyan ronda. Tehát csak a fele igaz, amit mondtak róla, hogy milyen kis engedelmes, és stb., ahhoz képest úgy ítélem meg, hogy ez a nő nekem tökéletesen megfelel. Viszont, hogyha fél információt kaptál, és mégsem olyan könnyű Kati táncba vinni, ahogy a mondás tartja, akkor lehet, hogy sokkal rosszabb megítélés alá fog esni a szemedben, mint amúgy, ami alá esett volna, hogyha nem kapod ezeket az információkat. Hiszen te már a kezeidet dörzsölgetted, hogy hopp, itt egy pont, itt meg öt pont, és mégsem lesz belőle semmi, és valahol ki kell töltened dühödet, vagy valamire rá kell vezetned a te kudarcodat. Igen, akkor valószínű halmozódik, mint a börtönbüntetéseknél. Tehát van, akinek van egy felfüggesztettje, és csinál valami badarságot, akkor azt is leüli, plusz még hozzácsapják az újat is, amit kapott. Tehát akkor dupla vagy semmi alapon dolgozik például a törvény is. Van egy ilyen klasszikus mondássorozat, hogy a elnézést egy kicsit vaskos leszek, hogy a kurva az, aki mindenkivel dug, és akkor a büdös, vagy pedig az, aki mindenkivel, csak velem nem. Tehát ez egy ilyen picit sarkos, de megítélés szempontjából elég látványos mondjuk definíció. Tehát az ember hajlamos azt a nőt, aki mindenki számára, vagy férfit, ha nőről beszélünk, aki mindenki számára megfelelő és elérhető, de az ő szempontjai szerint, vagy az ő saját érdemei, vagy nem érdemei miatt, vagy a nő esetleges ízlés problémái miatt nem felel meg, hajlamos úgy megítélni, hogy ez egy semmire nem kapható, használhatatlan lotyó, illetve egy impotens majom, míg a valóságban kiderül, csak számára az. Tehát adhatok én a társaságomban levő nőről egy információt egy új tagnak, hogy te ez hihetetlen könnyen megy minden vele, és nagyon rendes, és odaadó, és gyakorlatilag úgy kell letépni a répáról. Kiderülne, hogy ez nem igaz, mert csak mondjuk velem volt igaz, és én hiába adtam ezt az információt, vele még szóba se fog állni. Már is a megítélés változott, holott én egész más információt adtam. Na nézzük a hallgatóink véleményét. Egyszer jártam úgy, hogy a srác első, ez egy SMS, a srác első randin komplet egyszemélyes táncestet adott elő, miután meglepettségemen
erőt vettem, közöltem, hogy elszaladt az idő, mennem kell. Nem mindig nyerő a produkálás, eshet rossz megítélés alá. Üdv, jók vagytok. Hát köszönjük, jók vagytok, írta. Igen. Szóval az, hogy a srác egyszemélyes táncot adott elő. Hát érted, tehát így bohókás, hülyéskedett, ez attól függ, hol. Hát ha magát. Lakáson az furcsa, de még elfogadható, ha egy nyilvános helyen kipattant a középre, és mint Leila az arab démon a rejtőregényekből, lenyomott egy táncot, és úgy kellett odavágni a rohamkéseket, akkor feltehetően kínos helyzetbe hozta a jövendőbeliét. Maga az, hogy egy férfi táncol, számomra egy kicsit komikus. Tehát, és igen, akkor még nagyon finoman fogalmaztam, egy férfi ember ne ugráljon, mint egy majom, hanem méltósággal üljön, vagy bólogasson, vagy igyon, tehát ne táncikáljon össze-vissza, mint egy balett patkány, de rendben van, hogy táncol. Az, hogy olyan szituációban vannak már tényleg, hogy régóta együtt vannak, és akkor csak a férfi kiugrik az ágyból, vagy megjelenik szerelme előtt, és lenyom egy ilyen travolta-szerű mozgássorozatot, hát Istenem, kacagnak egyet, aztán csak mélyül a kapcsolat. De hogy valaki így próbáljon bemutatkozni, hogy egy ilyen elborult Michael Jackson paródia, lehet, hogy bumbókolt ott fenn az étterem közepén, azt fellökte a pincért. Tehát előfordulnak olyan dolgok, amik a jó szándék megvan, hogy produkció, még mindig jobb, mint ha mondjuk elfingja a Dán himnuszt, vagy mit tudom én. Nem biztos. Egy büfögéssel kimondja az étlapot. Tehát van, aki így akarja magát produkálni. Ez nagyon érdekes dolog, mert mi van akkor, hogyha egy olyan lánya kerül össze egy pasi, aki szeret táncolni, de ebbe semmi meglepő nincsen. Tud is. És még tud is. Na most te eshetsz akkor negatív megítélés alá, hogyha ha te is beszállsz, és nagyon béncsa vagy, mint aha, ahogy az előbb mondtad, viszont lehet, hogy arról az oldaláról nézel a dolgokat, hogy milyen aranyos vagy, hogy megpróbáltad. Ja. Ugyanakkor hülyén nézel ki, mert tényleg hülyén nézel ki, össze-vissza mennek a kezeid, lábaid, mint egy idióta, de csak egész egyszerűen azért, mert nem tudsz táncolni. Igen, akkor a hölgy megítélés szempontjából egy dilemmába fog kerülni. Egyrészt ez maga... a megítélés paradoxon, csak írjátok így fel. Ezt majd írjátok fel, mint a harmadik törvényünket. Egyrészt van a dilemma, hogy ő tud táncolni, te nem, tehát rájön, hogy gyakorlatilag, ha veled összeszűri a levet, akkor az életben nem lesz egy normális tánca, vagy legalábbis nem veled, tehát a táncos mulatságoknak nem lesztek a parkett ördöge, és nem indultak a Szavária táncversenyen. A másik része viszont az, hogy te egy annyira rendes ember vagy, és úgy oda vagy érte, hogy még ezt is megpróbálod, hogy tudod, olyan a mozgásod, mint egy Kodiak medvének. Tehát ilyenkor hogy el kell dönteni, hogy mi a fontosabb neki, egy rendes ember, aki megtesz érte valamit, de esetleg olyan béna, hogy le lehet verni az ágyásba karónak. Avagy egy olyan ember, aki úgy siklik a parketten, mint Fred Astaire, ellenben ki tudja, hogy mellesleg milyen. Ilyenkor valóban a hölgy, nagyon sok mindenben a hölgy kora, illetve felfogása dönti el a megítélés mikéntjét, mert esetleg, ha neki a tánc az élete, és erre szeretné, táncosként szeretné leírni az életét, és úgy érzi 17 évesen, hogy semmi más nem szórakoztatja, csak a tánc, akkor valószínű, hogy a tánctudásodat fogja minősíteni. De érdekes módon ez fordítva annyira nincsen így, hogyha mondjuk van egy lány, aki nem tud táncolni, a pasi meg táncos. Igen. Akkor az megint egy más szituáció, hogyha a nő mégis nem megpróbálja. A férfit az úgy érdekli. Ez az, tehát ott már azért egy kicsikét engedékenyebb. A férfit nem érdekli, mert a férfit csak az érdekli a első körben, hogy mikor fekszik level, és mit hajlandó megcsinálni. Tehát az táncolat úgy, mint mit tudom én, Kálmán, de mondj egy másik táncos nőt. Táncos nőt inkább, ne csak ezt a két nagy táncost. Mondj egy táncos nőt, Olivia Newton-John, amíg nem volt nagy táncos nő, legalább táncolt valamennyit. Tehát a férfi, ha versenytáncos, akkor sem abból a szempontból fogja megítélni a nőt, hogy mennyire tud táncolni. Tud, nem érdekel. Na, egy pár üzenet, nagyon nagy lemaradásban vagyunk. Szóval, hogyha valaki kimarad, de muszáj szelektálnunk. Sziasztok, Colosnak egy jó tanács, egyen aszalt szilvát és igyon rá tejet, az majd segít, nagyon ott van a műsor. Tomasz írta, nem tudom, Tomasz, hogy kinek írtál most SMS-ben. Csak szólok, hogy Colos küzdőharcos. Na most feltétlenül megfogadja a tanácsodat, mert mondjuk rendes ember, akkor olyan 10 percen belül összefossa magát, és én nem vállalom az ódiumát annak, hogy ő meg fog téged találni, de... Nézd, Szolos, mi átadtuk. Aztán Kukuriku azt írta, hogy örömmel hallom, hogy megoldottátok a villám problémát, magatokat pedig tapsoljátok meg, mivel tiétek a 2009 legjobb rádió műsora. Kukuriku, nem, hát az a Boros Bocskoré, meg a Balázsról, hát tudod. Azért, mielőtt elbúcsúzunk, ma meg fogjuk magunkat tapsolni, természetesen veletek együtt. Már úgy értem, hogy titeket is, nem ti is tapsolni fogtok. Aztán a következő üzenetet Rocker Miki írta, sziasztok, itt már gyakorlunk űrhajós szilvesztert, most álltam orális pályára. Aztán MG holnap kemp a szokott helyen, boldog új évet mindenkinek, Rocker Miki. Elképzelhető, hogy még el is fogunk menni holnap, vagyis fogok menni, ha úgy alakul, mert rég hallottam ezt a bandát, és neked is boldog új éveket neki. Aztán a következő üzenet. Rossz volt az első megítélés az együttes neve alapján?
Nem, igen, Ramones, igen. Pontosan ez egy nagyon jó példa. Én nagyon szerettem a Ramoneszt, ugye ez négy suhanc, annak idején most a 60-70 évesek között lehetnek, akik ilyen egyszerű négy akkordos punk zenét játszottak, minden számukat nagyon szerettem, Viora kiszúrta ezt a számot, Ramonez jó, ment, szar lett. Na, hát ez van, most megítéltük, a tapasztalat azt mutatja, hogy Ramonez nem szokott szar lenni, hát most ez ilyen lett, nem az a fajta Ramonez, amit mi vártunk. Lám-lám, ez is egy milyen jó példa, hogy megítéltünk a tapasztalat alapján valamit, és a tapasztalat sem mutatja az igazságot valójában. Aztán egy nagyon érdekes adásüzenetet kaptunk, Metal 89, és erre majd Gábor fog válaszolni. Ajaj. Ha már a megítélésről beszélünk, megkérdezhetem, hogy ítélitek meg az első fejezetet a könyvemből, mindhármatok véleményére kíváncsi vagyok, ráír mailben. Gábor, tudom, hogy olvastam. Ez az a könyv, amit átküldtél nekem, az első fejezet, ennek a mondjuk így vérfarkasos regénynek az első fejezete? Igen, ő az. Ő természetesen Viora is elolvasta, és hogy lássa, hogy mennyire igazbondóak és becsületesek vagyunk, még átküldte nekem is. Én is elolvastam. Megmondom őszintén, én ezt elmentettem egy valamiben, és átnézem. Meg vagyok olyan genyó, hogy én találtam benne olyan dolgokat, amik picit értelemzavaróak, ezt természetesen meg fogom neked írni. Alapjában véve kíváncsian várom a folytatást, csak ennyit tudok mondani. Így van, én pedig elmondom az SMS számunkat, ez a 70-es 70-69-95. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Így van, találjátok ki valamit, ez a Rádió Q, a 99,5-ös megahertzen és a Hotel Végtelen című műsor, és gyorsan találjátok ki, hogyha összeszeretnétek jönni Colos nevű hallgatónkkal, akiről egy pár mondatot Gábor, illetve már megint, róla, igen? Már túl sok lesz róla. Nem baj, sose sok, tehát nagyon jól légitározott nekünk. Magas, sportoló, de ne is róla, fiatal. Hanem arra, hogy kire kíváncsi, tehát kit szeretne. Hát nőt szeret, ne, legalábbis 18-23 közötti vékony, vagy legalábbis normálisnak minősítő testalkatú, magához hasonló felfogású hölgyet. Végül is ez a lényeg, különösebb kategóriákat és kritériumokat nem adott meg, tehát gondolom, hogy itt azért a megítélés. Na, például itt a megítélés. Amennyit Szoros elmondott magából, abból én el tudom képzelni körülbelül, hogy egy magas, erősebb felépítésű, rövidhajú fiatalember. Aztán, hogy a nők például hogy ítélik meg ezt az egészet, azt sosem lehet tudni. Lehet, hogy ők kifejezetten ezt a relatív szűkszavúságot, illetve hogy belement a mi kis példálozásunkba, amiért elnézést kérünk a küzdősport tudtával. Pozitív dolognak veszik, van, akik úgy érzik, úgy ítélik meg, hogy aki nem tudom káról ennyit elmondani, hogy mit szeret, meg szereti az állatokat, meg hogy mit csinált múlt héten, az tulajdonképpen nem értelmes arra, hogy szóbáljanak vele. Ez is megítélés kérdése. Feltétlenül, aki így ítéli meg, az nem fogja keresni. Jó, most már kereshetné valaki, aki nem. Az első benyomást óvatosan kell kezelni, saját példa, ha erre hagyatkoztam volna, akkor most nem élnék azzal a gyönyörű nővel, remek emberrel, aki már társam jóban és rosszban. Ez Bastard írtam, akinél ezek szerint volt valami kis gigszer, így az első benyomások mestjén haladván. A férfiaknak a nőkkel kapcsolatos első benyomásaik általában teljesen egyértelműek. Ami esetleg elriaszt egy férfit egy nőtől, az maximum éppen, hogy nem a külseje lehet, hanem éppen, hogy a feltételezett belseje. Tehát nagyon sokan az első benyomásnak úgy veszik, hogy van egy nő, aki nagyon szép, ez úgy tetszik, ez az első benyomás, és aztán eldöntik, hogy vagy az illetőről hallott dolgok alapján, vagy az illetőnek esetlegesen a látványos valamiféle magatartás alapján eldöntik, hogy ez viszont esetleg egy könnyűvérű, egy nem nekem való, esetleg egy nagy arcú nő, tehát gyakorlatilag nem is állok vele szóba, mert az első benyomásom az, hogy hiába tetszik nekem, és mind nő esetleg megfelelne, nem az én stílusom. Ebből sem szabad kiindulni. Nagyon sok ember viselkedik bizonyos társaságban úgy, ahogy alapjában véve nem viselkedne, hanem vagy meg akar felelni, vagy éppen olyan napja van, vagy egyszerűen csak olyanja van, és ha megfelelő kezekben vagy közegbe kerül, ahogy jól esik, akkor teljesen másképp fog viselkedni, és más kiadja esetleg az igazi arcát, ami esetleg nem tűnik ki egy társaságban. A pozitív megítélésre sokkal kevesebb szó esett. Tehát, hogy olyan prekoncepcióval indulsz, amit már csak lerombolni lehet.
Hát sikerül is. Pozitív megítélés lehet az, hogy mindenkinél más. Van, akinél például az, hogy egy emberről kiderül, akár férfi, akár nő, mondjuk állatbarát, ez már egy olyan for, ami a megítélés szempontjából gyakorlatilag nagyon sok negatívumot semlegesít. Hát igen, ez vagy semleges, vagy pedig egy pozitív. Tehát lehet olyan férfi azt mondja, hogy itt ez a csaj, hát nem szép. Mondjuk kifejezetten randa. És látszólag buta is, de annyira nagyon rendesnek tűnik, mert 12 kutyája van otthon, és mindegyiket az öléből leteti. Na, ez hülyeség. Ilyet egy pasi nem gondol, szerintem. Ismerek én olyan pasit. És akkor azt mondja, hogy már is abba megítélésbe. Nem biztos. Hát van olyan férfi, aki kifejezetten abból szűr le konzekvenciát, sőt, nők inkább, mondjuk ebben igazad, hogy nők inkább, hogy például aki egy állatbarát férfi létére, az kifejezetten csak jó ember lehet. Hát most megítélés kérdése, hogy aztán kiderül, hogy egy utolsó alkesz verekedő gép, és ráadásul kizárólag análisan tudja elképzelni a szexet gumicsizmába. Ordítva. De ennek ellenére például imádja a japán pincsiket. Már is egy olyan, két olyan dolog, hogy a megítélés szempontjában a kutya és a japán pincsi például számomra nem esik egy kategóriába. Tehát szereti a kutyákat, az nem törvényszerű, hogy a japán pincsit kutyának veszi, mert én például nem annyira. És nem szabad a megítélésnek bizonyos egy szempont alapján elindulni, mert hamar tévútra jutunk, de valakinek kardinális kérdés, hogy a másik például minden reggel legyen egészséges széklete, mert különben egész nap csak nyüglődik, akkor valóban elindulhatunk ezen a vonalon, és akkor egysíkú lesz a megítélés, de ha valakinek ez így jó, akkor tulajdonképpen nem érdemes szólni ellene. Csak felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy ne egy dologból induljunk ki, épp úgy ne csak a külsőből, mint ne csak a belső értékekből, hanem ahogy még a műsor elején taglaltuk, ugye a váratlan helyzetek kezelése, az esetleges spontán szituációkból adódóan, illetve hogy mert valahol az intelligencia az inkább, leginkább a reagáló képesség, a probléma megoldás, mondjuk így hétköznapi nyelven lefordítva, és a legtöbb ember bármennyire azt mondja, hogy ő nem egy észlény, vagy ő nem annyira intelligens, és ezzel nem is keres. Ezt reklámozni az emberek, de van, aki magában ezt gondolja. Azért mindenki valamilyen szinten intelligens, legalábbis a maga normái szerint intelligens társat keres, amit ugye hát azért nem érdemes az első randin kicsapni az asztal egy IQ-tesztet, meg egy stopper órát, és azt mondja, hogy még mielőtt úgy döntenék, hogy magamévá teszlek, légy szíves, töltsd ki ezt a tesztet, van rá egy órád, addig én eszem, iszom, és aztán igyekez. Mert ha kimesz a részidőből, akkor kezdhetjük előről. Tehát ez azért nem egyértelmű. Valahol ehhez kapcsolódik MA üzenetem. A hotelvégtelen.hu fórumába írta azt, részlet következik. Részlet. Előfordul, hogy nem tudjuk eldönteni, mi a zavaró tényező valakiben. Ilyenkor a távolból figyelve várunk megítélésünk beigazolódására. Most, ha jól értelmezem Emma hozzászólását, itt most a prekoncepciókról is szó van, vagyis, hogy te feltételezel valakiről valamit, és lehet, hogy nem tudod eldönteni, hogy mi itt a gíkszer, de próbálod ezeket a jeleket kifürkészni, és ez egyfajta önbeteljesítő jóslattá válik. Az önbeteljesítő jóslat valóban a megítélés szempontjából, és ebben Emma-nak igazat kell adnom, működő dolog, de például a szexuális együttlétek során az önbeteljesítő jóslatok sokkal, illetve a rossz megítélések sokkal kellemetlenebbül érintik a feleket. Mire gondolok, kérdezhetnéd most? No, hát köszönöm a kérdést, már ideje volt. Például felmész a hölgyhöz az első randin, felmegy egy férfi, mondjuk így nem konkrétan így rólad van szó, és akkor zajlanak az események, ugye minden a legnagyobb rendben van, és végül is eljutnak egy hallgatólagosan, vagy esetleg kimondott megbeszélés alapján arra, hogy együtt töltik ezt az első szerelmesnek ígérkező éjszakát. A férfémből ugye, mint higiénikus fajta, kimegy, hogy legalább az altestét leöblítse, ha bár azt hazudta, hogy fürdött háromszor, de hetek óta nem fürdött. Ennekére kimegy, hogy valami gyökérkefével megtisztogassa az ivarszervét, hogyha olyan szituációba kerül, legalább ne lerepedjen le róla a lepedő. Bemegy, és mit lát? Az addig tényleg kedvesen és szelíden ücsörgő hölgy egy combfixben vörösen rúzsozva fekszik az ágyon, és az egyik lábát a szoba egyik sarkába teszi, a másikat a másikba, tehát gyakorlatilag egy komplet nőgyógyászati műtétre előkészül szülőpózban, és nyál, fröcsög a száján, és üvölti, hogy gyere és nyom be. Ez így megítélhetően azt gondolja a férfiember, hogy úristen, hát itt a T-72-es befarolna. És arra gondol, hogy tulajdonképpen rosszul ítéltem meg ezt a nőt, ez nem egy kedves teremtés, hanem ez egy toszolgé. Ebben hogyan az önbeteljesítő jóslat? Úgy, hogyha ő kimegy közben, ezt akarom, hogy kimegy a fürdőszobába, és arra gondol, hogy na vajon, hogy fog várni ez engem, ha bemegyek a szobába, be lesz takarva, és akkor leveszem róla a takarót, és sejtelmesen ráborulok, vagy kiugrik a lepedő alól, és rám veti magát, és beleharap a nyakamba. Tehát mindenféle verziót elképzel,
és mindegyikre próbál majd reagálni a megfelelő módon, tehát több-több variáció végig fut rajta. Na ezt például nem várta. Tehát abban a pillanatban a megítélés, hogy ez egy jó nő, és milyen jó lesz vele szexelni, abban a pillanatban a menekülés oldhatatlan vágyává. Hát ez nem gondolom, hogy önbeteljesítő jóslat. Én inkább arra gondolok ilyen szempontból, hogy ha te magadba súlykolod azt, mert kaptál egy információt, vagy egész egyszerűen csak ez a véleményed, hogy valakivel jó lesz, igen, akkor ha közepes vele, akkor is egy picikét, hogy az agyat fölturbozza a dolgokat, vagy pedig pont az ellentétje, hogy a túlzott várakozások, de hát akkor már nagyon... Igen, és ez a túlzott várakozás, ez még jobb. Tehát az ember mondjuk kicsit isteníti a partnernőjét, mondjuk hát, azt mondja, hogy ez egy átok jó nő, és hát milyen jó lesz ez. Aztán még kimegy és sikálja a farkát körömkefével, azon gondolkozik, nem a férfi, ja, azon gondolkozik, hogy fú, ennek nagyon meg kell felelnem, mert úgy ítélem meg, hogy ennek biztos, hogy nagyon jó pasiai voltak, és biztos, hogy hihetetlen rutinos. Én meg amilyen hülye vagyok, fogok produkálni egy akkora csődöt, de mindegy, most már legalább megpróbálom. Addig súlykolja magának, míg rózsaszínre sikált farokkal beballag a szobába, a hölgy ott fekszik, semmiféle rendkívüli pózban, egy szolid mosolyal, néha megcsillannak a fogai a petrólamlámpa fényében, lehajítja magáról a takarót, és ott van egy eléggé kihívó babydollban, az illető meg azt mondja, hogy game over. Mert ugye addig spanolta magát, és úgy ítélte meg, hogy ennek a nőnek rohadt nagyot kell villantani, és ennek, ha nem csinálom 20 percig, akkor gyakorlatilag senki vagyok, és el fogja híreszteni rólam. De ezért fogadjátok meg Gábor apátok tanácsát, hogy ígyatok előtte egy pár felest. Tárat. Ahogy Kálmán mondaná, két felest az egy egyest minimum. Bár részegen nem az igazi a dolog, viszont az ember felelősségérzete csökken. Tehát amikor a hölgy de, azt de mondja... De ne olyan csatak részekre, mint a Gábor. Ne úgy, mint én szoktam, hogy ez borozában a kezével beesik a szobába. Szóval a felelősségérzet is, és a nő megítélheti például a férfi felelősségérzetét arról, ahogy beszél a jövőről, meg hogy mennyire fontos dolog a gyerek, és mennyire kell vigyázni, hogy a csupasságunkra ne szüljünk gyereket. Tehát ez egy nőnél nagyon jó bejön ez a duma. De most, mikor az első randi alkalmával mondja a nő, csendesen odasugja a férfi fülébe az ágyban, ugye fogsz vigyázni erre a férfi, ó, persze, procs! Ha persze, hogy vigyázott, semmi nem történt, akkor tényleg úgy puskáztat el, hogy illik. És mikor a hölgy a szemére vetette, azt mondja, hogy hát annyira jó volt. Vetette. Annyira jó volt veled, hogy nem tudtam kiugrani. Itt a felelősségérzét egy kicsit így ebben a filmben elmismásolódik, és a nő úgy érzi, egy kicsit rosszul ítélte meg ennek a férfinek a szexuális habitusát. Jó a műsor, csak most kapcsolatban be, mi van Kálmánnal, Bakesz írta ezt, Namíbiában van egy titkos küldetésem. 40 fokban. Mostani szerelmem először egy idegesítő hangos kis csajnak tűnt, sajnáltam is, hogy sok időt kell majd vele töltenem, ugyanarra a nyelvtanfolyamra jártunk, aztán körülbelül 2 hónap kellett, hogy rendesen megismerjem. Ezek után mit szóljak azokhoz a véleményekhez, miszerint fél óra alatt kiderül valakiről, hogy érdemes-e közös jövőt tervezni. Ezt Logan írta. Nem tudom, ez a fél óra, én még itt nem hallottam, de ez na oltári nagy baromság. Én mondtam az elején, de nem azt, hogy fél óra alatt kiderül, hanem azt mondtam, hogy az első fél órában ne szűrjünk le semmilyen konzekvenciát, nem ami a megítélés. Én erről nem hallottam, hogy fél óra alatt kiderül. Mondjuk a pszichológusok azt mondják, hogy ha két ember meglátja egymást, akkor az első 5 másodpercben eldől, hogy terveznek-e közös sorsot, vagy nem. 5 másodpercet föl se fogom, hogy látok valamit. Te nem, de én igen. Tülöngélek meg, ezért, tehát még így próbálj az agyam egy kicsit hát, a képet beélesíteni. Hát ha eleget akkor kb. 5 másodpercig rá tudsz fókuszálni, hogy ki ülött veled szembe, férfi vagy nő. Ez az 5 másodperc egyébként valószínűleg nem szimbolikus, hanem az, hogy valahol a tudat alatt az emberi lélek legmélyebb bugyrában kialakul, hogy ez milyen jó lenne nekem. De ebben igazán azért nem hiszek. Benő egy érdekeset írt. Én amikor először voltam fenn a csajomnál, ebédre felborítottam véletlenül a tányért, és elkáromkodtam magam. A többit nem mondanám el, de szar helyzet volt, üdv Benő. Ezt légy ecseteld egy picikét, hogy ki volt még ott, pontosan hogyan borítottad fel a tányért, és hát mit mondtál? Illetve, hogy hogyan csapodott le ez az egész, ő mit mondott, hiszen ez nem egy akkora dolog, hogyha ketten voltatok egy üres lakásban, akkor na bum, hát leesett hát, a pörgöl. Hát akkor felborult az asztal, de nagy dolog. Hát, van még a konyhában. Ha van kutya, akkor nem is kell takarítani. Nem szabad, ez egy tanács csak, hogy ha káromkodós fajzat vagyunk, hát Istenem, megesik a férfi emberrel, de azért első körben bármilyen hibát vétünk, azért ne nyomjunk be egy ilyen meg a betyárba élet kategóriát, és aztán diadalmasan nézzünk körül, mert lehet, hogy van, aki szerint keresve a kihívást. A férfias, ki férfias aki mondani káromkodik, de én szerintem inkább bizonyos szituációban tapló. De ha ti is úgy használjátok, mint mi, azaz, hogy művészi eszközként, akkor maximálisan elfogadható. Kvimbit hallgatunk, és üzeneteket olvasgatunk. Van egy ismerősöm, akire ha ránézel,
egy vagány, jó fellépésű, enyém a világ típusú embert látsz. Igen. Eltelik fél óra, ezt erősíti minden megnyilatkozásával. Eltelt néhány hét, és kiderült, hogy a leggyámoltalanabb és legtutyibb a világon, aki tele van gátlásokkal, sokszor bedőlnek a prekoncepciók. Csók nektek, Libizni. Igen. Hát sokszor bedőlnek, ezért mondtam, hogy az első fél óra semmiképp se legyen a véleményalkotás ideje. Ennek ellenére ezért egy picit ezt megkérdőjelezném, tehát ha valaki gyámoltalan és tehetetlen tütymög ember, az talán előbb is kiderül, mint hetek múlva. Persze, ha hetente egyszer találkozunk vele, tehát egy tapogatózó szakaszában a kapcsolatnak, persze, hogy hetekbe fog kivéve, hogyha tudja magáról ezeket, és egy nagyon jó színész. Ezért kell az első időben minél többet találkozni, hogy túlessünk a kötelező dolgokon. Mondok SMS számot, 70-es 70-60-995. Ez a Rádió Q és a Hotel Végtelen. Most még van időtök SMS-t írni. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük, használják a következő SMS számot. 0670 70 60 95. Így van, és utoljára hangzott most ez a fajta elérhetőség. Egyrészt azért, mert ha már mostanáig bejelkezett SMS-ekkel sem biztos, hogy végzünk. Másrészt pedig azért, mert rohamléptekkel közeledik az évfél. Jut eszembe, nem mondtuk be adás elején azt, hogy van nekünk ismétlésünk is itt ugye a Rádiókún. Mikor pontosan, mert ez nem egy egyszerű? Szombaton évféltől, azaz vasárnap 0 órától feldolgozás kérdése, ki hogy nézi a projektet. Tehát ha szombaton éjfélkor bekapcsoljátok a rádiót, akkor feltehetően a Hotel Végtelen fog szólni vasárnap hajnal 2-ig. Legalábbis a héten biztos, hogy így volt. Igen, és ha már kötelezően elmondandó dolgok, akkor www.radioq.hu ez a rádió honlapja, valamint a műsoré pedig www.hotelvegtelen.hu. Tessék látogatni, nem sokára lesz új kultrajz, lehet, hogy az már átcsúszva a jövőre, de mindenképpen érdemes föllátogatni a honlapra. És a megítélés a mai témánk, valamint Colos pártkeres. Colos pártkeres, és eddig még nem talált. Azért nézzük gülőszemekkel a telefonokat, hogy hát, ha még valaki adás alatt betelefonál, és esetleg meg tudjuk oldani Colosnak, hogy szilveszter napját úgy töltse, hogy egy áldott női öl legyen a keze ügyében. Nagy esélyt nem látok rá, mert még negyed órátok van, de hát, ha vagy szépen. Mármint a műsorból ma. Hát persze, igen. No, megítélés, és akkor üzeneteket fogunk olvasgatni. Ribizli az első, jó színész, ugye ő írta az előbb azt a hosszú üzenetet, igen, a vagány srácról, aki valójában nem az. Jól eladja magát, de ha közelebb kerülsz hozzá, kiderül, hogy minden csak álca, próbálja elfedni magát, tök mást vár az ember tőle a fellépése alapján. Na mindegy, asszonyt is csókoltatom, és bujék, Ribizli. Átadjuk egymásnak. Hát nézd, Ribizli, most ez, hogy jó színész, ez azt jelenti, hogy hogy a megítélésed jó volt, de gyakorlatilag nem láttál a dolgok mélyére. Ez is elkövethető hiba, sőt, sokan el is követik, hogy vagy többet, vagy kevesebbet néznek ki a másikból, és úgy hát ítélik meg. Mindenki azért, igen, sajnos senki olyan jó emberismerő, hogy... Ezt azért, hogy annyiban módosítanám, hogy bizonyos tapasztalat után van annyira jó emberismerő valaki, hogy olyan jelekből, aminek mondjuk egy ideig nem tulajdonít különösebb jelentőséget, le tud szűrni olyan konzekvenciákat, amiből később elkerülhetőek ezek a csalódások. Most nem ilyenre gondolok, hogy kitömte a Pali az oknia a gatyáját az első randin, és ilyen macskanadrágba ment, hogy lássák, hogy akkor évarszerre mind a lónak, és a kritikus pillanatban derül ki, hogy a sűrűk fésűvel se lehet kiszedni a szőr közül olyan kicsike, hanem komolyabb jellegű, tehát, hogy mit tudom én, valaki éppen tahó, de úgy adja elő magát, mindenképpen most esett ki az akadémiáról. Ez azért bizonyos megjegyzésekből, illetve bizonyos villanásokból már a randik során ki kell, hogy derüljön. Van, aki ezt valóban nem veszi észre, és rosszul ítéli meg az embereket. Van, aki pedig rájátszik ezekre a dolgokra, és tudatosan csinálja. Van, aki pedig ösztönösen játssza el ezeket a szerepeket. Ha jobban belegondoltok... Hiszen van, aki úgy él, hogy próbál a társadalomnak, illetve az ellenkező nemnek megfelelni, hogy olyan megítélés alá essen, amilyen alatt a pozitív emberek szoktak lenni, és remekül tudja azt a szerepet felvenni, ami szerinte, és ez többnyire bejön, a partnere szüleinek megfelelő. Úgy fésüli a haját, de valójában ő nem olyan ember. Hát, és most a kámára néznék, ha itt lenne. Ha itt lenne én is. Kicsit hát meg is tudjuk, lökném, hogy a legnagyobb gazembereknek két diplomája van, és 6 nyelven beszélnek. Mint a Kálmán. Mint a Kálmán.
Diplomát leszámítva, meg a nyelveket, de az embert. Tehát az embert is leszámítva. Tehát ha jobban belegondol valaki, és mindenki vissza tud gondolni, gondolom az első randiára, vagy bármilyen randira, ami a közel vagy távol múltban történt, mikor első nap úgy elválnak a hölgytől, vagy férfitől, teljesen mindegy, tehát egymástól, és mindegyik megy a maga útjára, akkor mindegyik ember úgy hirtelen, úgy mikor egyedül lesz, tehát a másik távozik az ő fizikai környezetéből, hirtelen csinál egy olyan elő értékelést, hogy hát, ja, ez jó volt, úgy előjönnek a dolgok, amiket úgy az est folyamán tapasztalt, végig gondolja, hogy érdemes-e vele találkoznom, nem érdemes vele találkoznom, mi tetszett, mi nem tetszett. Tehát csinál egy ilyen megítélést, amit nem mond a másik szemébe, és akkor főleg a helyszínen nem, hanem abból a tudatból, tehát a legtöbb ember mire hazaér, már el tudja dönteni, hogy fog a másikkal találkozni újra, vagy nem. No, holott lehet, hogy nem ezt mondja. Benő történetnek a folytatása, és ezen mosolyogtam. A teljes történetet fogjuk most beolvasni. Well. Tehát ugye azt írta az előbb Benő, hogy amikor először volt fenn a csajomnál, ebédre felborítottam véletlenül a tányért, és elkáromkodtam magam, a többit nem mondanám el, de szar helyzet volt, és erre kértünk, hogy írja meg, hogy pontosan milyen körülmények között, hiszen hát, hogyha ketten ülnek egy asztalnál, akkor nem csak gáz, de nem ketten ültek abszolút nem gáz egyébként. Szóval Benő folytatja. Az egész család ott volt, a nagymama leszólt engem meg a csajomat azért, hogy ilyen gyereket. A csajom kiment bőgve, én meg ott maradtam a szülőkkel, szar volt. Hát ezt nagyon sajnálom. Na ez viszont tényleg cinkes helyzet. Na most ilyenkor a nagymama ugye rosszul ítélte meg a dolgokat. Nem is az, de Benő mit csinálhat? Nem ugathat vissza a nagymamának, hogy... Éppenséggel, ha... Hát megtehetné. Megteheti, ha ugye úgy néz ki, hogy a nagymama a család feje. Tehát úgy érzi Benő, hogy már minden mindegy, akkor valóban be lehet szólni, hogy na most mi van? Kimásztál a koporsóból, vagy mit ugatsz be? Tehát lehet ilyen kedves szavakkal esetleg a nagymamát megpróbálni megalázni, és utána kimenni az okogónő után. Én éppen a nagyanyának tudom ezt a kis hibát betulajdonítani, hogy hát azért nem kéne az unokája választani, hogyha teljes alkalma lesz. Gondolom, mert akkor mi a lótszar, hogy hívták meg? Hogy az a szituáció, hogy ott van egy tulajdonképpeni első ebédek egyikén, és a barátnője sírva megy ki azért, mert ő lejtett a tányért, káromkodott, egy megdöbbenés ül az arcokon, akkor nem lehet Benőnek oda benni, és így megfogja a nagymama grabancát, és fölhozni, hogy mi van. Hát ezt a szituációt valahogy le kell nyelni, ezt a béket, és hát most mit tudsz csinálni? Vagy az van, hogy próbálod egy poénnal elvinni a szituációt, hogy ó, leesett a kaja, na de én kutya vagyok, wow, és így... Szóval még nagyobb hülyét csinálsz magadból, vagy ülsz, és nem szól az, aki nem vette észre. Csak nézel fel puffadt arca. Egyébként én ezt csináltam volna. Eljátszanám, hogy nem történt semmi, csak ők látták, hogy leesett valamiben, nem esett le. Meg el is vitetnek a depóba. Hát de legalább csend meg, kiosson a nagymama, és fölhívja a mentőket. Itt egy sík hülye, Pali, vigyék már. Valami leesett, én nem vágom, mi esett le, hol a kaján? Szóval valóban ki lehet vágni valahogy. Vagy pedig, hogyha már tényleg mindegy, akkor kezd el taposni a szőnyegbe maradékokat. Hogy... Azt mondja, na figyelj csak, eldörzsöljük, úgyis a szőnyeg színe, passzol a húsleveshez. Jó lesz, ez nem látszik semmi. Passzol. Na, nem tudom, mire volt ez a nagy felhajtás, nagy muter. Most megérte? Gondolkozz már, nézd meg az unokád, meg ott bőg. Lehet ilyen családiasra venni a figurát, de... Hát a nagymama is küzdő sportoló, aztán akkor a fene tudja, lehet, hogy feláll az úgy állomvág, hogy te is eltörsz, mint a tányér. De mindegy. Ezt a számot viszont akkor a hallgatóknak küldeném, ezzel kívánnék boldog új évet. Figyeljetek Bill Papa szövegére, mert nem mond hülyeségeket. Aztán még egy pár percig folytatjuk. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. No, hát srácok, lányok, jövünk vissza hozzátok, lassan-lassan konkludálunk, portizálok. Lassan-lassan konkludálunk, mert hogy elszaladt velünk a ló és az idő. Rengeteg SMS küldtetek ma, ezt nagyon szépen köszönjük. Olvassad fel, amennyit még tudsz. Amennyi még belefér, annyit beleolvasok. Ribizli, a testbeszéd nagyon sokat elárul, ha jó megfigyelő vagy, nem számít a színészkedés, szerintem csókvadri. Testbeszéd, hát a testbeszéd az nagyon sokat számít. Igen, ebből majd csinálunk egy külön műsort. Ebből csinálhatunk, viszont ez a jó megfigyelő, hogyha ügyes az, aki át akar verni, akkor át fog verni. Hogyha ösztönösen csinálja, akkor hiába vagy jó megfigyelő, mert akkor a mesterséges jeleket figyeled. Azt nem fogod tudni lebuktatni. Arról nem is beszélve, hogyha te tényleg egy prekoncepcióval nézed, egy különleges szemüvegen keresztül a másikat, akkor te beleképzelsz olyanokat, amik nincsenek, és hogyha ő erre rájátszik, akkor nem fogod lebuktatni, szerintem. Ja. Na, 32 éve nem láttam a lányt, nem tudtam róla semmit, család, de másfél óra múlva megvolt a leltár állapot, felmérés, stb., és már csak az volt nála, vagy nálam, azóta is velem van, Rocker Miki.
32 éve nem láttad? Hát ezt írja. Hát persze apró kihagyások minden kapcsolatban vannak. Komolyan mondom, na mindegy, jó. Az egyik kapcsolatom egy igazi dívával indult. Bomba, vádli, combok, combfix, popsi, cicik. A lakása előkészítve minden gyönyörre. Na, gondoltam, ha ezt a nőt nem vágom tele irgalmatlanul, akkor agyonver, frusztrált is rendesen, pásztárd. No, ez az, hogy amit említettem, hogy az ember úgy érzi, hogy ilyen környezethez és ilyen nőhöz illik egy olyat csinálni, hogy Rocco Siffredi, meg mit tudom én, bármelyik farok király, Larry Holmes is meglengetné a kalapját, és azt mondaná, hogy ez igen. Na most az ember azt mondja, hogy egy ilyen nőhöz, aki feltehetően, bár nem tudom, miből szűrik le ezt a férfiak, irgalmatlan lőcsökhöz és ilyen hiperhímekhez van szokva. Tehát ilyenkor úgy kell bemenni, hogy gyakorlatilag nekiállni, és másfél órán keresztül mindenféle pozícióból hágni orba szájba elől-hátul, és utána azt mondani, hogy jó, hát akkor még bírnám egy kicsit, de látom, hogy már füstölöksz, ezért hadd menjen. Nem igaz, nem igaz. Hagyod futni. Már úgy értem, hogy hadd menjen az anyag. Nem igaz. Nem kell, ahogy Viora fogalmazná, prekoncepciókkal nekiindulni az idegen mufnak, mert ugyanolyan, mint a többi, legalábbis elvileg ugyanolyan, aztán majd, ha valami nem tetszik, akkor szól. Abból, hogy az ember görcsösen akarja, hogy most fél órát fogom bírni, mint Pierre Woodman, nem fogja bírni fél órát. Ő se bírja egyébként, csak ő hülye is, és be van injekciózva töke. Tehát ne ebből induljunk, hogy mit látunk, és mit tippelünk, hogy mit kell bírni. A nők se abból induljanak ki, hogy egy férfi hatalmas kigyúrt állat, és úgy csüngenek rajta az egyéb nők az utcán, mint a banánafán, hogy ez valami olyan fucking machine, hogy csákánnyal kell leverni. Lehet, hogy 2 perc alatt végez, aztán elalszik, és végig fingi az estét. Szóval minden előfordulhat. És annak az ellenkezője is. No, hát kötelezően elmondandó dolgok így adás végén. Én azt hiszem, hogy a honlapunk, Gábor. Van honlapunk, www.hotelvégtelenékezeteknélkül.hu. És hogyha én mondjuk egy egyszerű hallgató vagyok, akkor győzz meg, légy szíves, Gábor, hogy menjek fel arra az oldalra. Egyszerű hallgató, kérünk, menj fel az oldalra. Találsz rajta érdekes írásokat, gyakorlatilag naponta, de legalábbis minimum 2 naponta frissülő új cikkek, hozzászólások, fórumok, képek, egyéb hallgatók képeit meg lehet nézni, ha ügyes vagy, le is lehet szedni, és akkor eltenni. Igen, egyfajta mini közösségi portálként működik, úgyhogy levelezgetni egymásra. Tessék látogatni mindenféleképpen ezt a www.hotelvegtelen.hu-t, letölthető teljes adások, meg minden. Ja, ha már neteztek, akkor www.radioq.hu, ez a rádió honlapja, hogyha valaki nem tudná, mert mondjuk éppen most akárt ide, ez a Rádió Q a 99,5-ös MHz-en. Velünk legközelebb élőben jövő héten kedden találkozhattok. Azaz 2010. január 5-én. De még kimondani is durva. A borzalom. Sose hittem, hogy megérjük. És 2012. januárban is még találkozunk. És decemberig fog menni az adás, aztán a maják szerint vége a világnak, úgyhogy nagyon ne készüljetek sok jóra. Hát igen, bár mit várhatunk, hogy olyan néptől, amelyik azért halt ki, mert nem tudták föltalálni az EK-t, ugye? De bárhogy is van, nem élőben még idén is találkozunk szombat. A szombat az még idén? Nem. Hoppá, akkor idén ez az utcsó. Hát csütörtök, szilveszter, úgyhogy szombaton akkor úgy. Tehát hippie, idén utoljára hát hallottatok akkor élve is, halva is minket, dead or alive, ahogy az angol mondaná. Ismétlés szombaton, ez már január lesz, tehát jövő év 2010. január, mit tudom én, hanyadika, másodika. És akkor élőben január 5-én, akkor már Kálmán is itt lesz, akit haza ez a Rasheb, hol van most? Panamában? Namibia. Az is nagyon szép ország. Hát akkor boldog új évet kívánunk mindenkinek, remélem, hogy... Köszönöm, ja. Mindenkinek, nem neked. Remélem, hogy jól fog sikerülni a következő év, és próbáljátok kihúzni a szilvesztert alkoholmérgezés és mindenféle hasmenések nélkül. És köszönjük szépen, hogy ennyien, ilyen sokan tényleg itt voltatok velünk, hogy a szeptembertől vagyunk itt, és hát teltház van így az SMS falon, tehát tapsoljuk meg magunkat, meg magatokat. Hát akkor megtapsolnánk magunkat egyben. Először mint magunkat, kisebb részt, és akkor utána az az a nagyobb taps, és aztán titeket, mert nélkületek ez a műsor lószart se érne. Nektek tapsolunk. Isten veletek, találkozunk jövőre. Isten veletek, sziasztok. Kis Kálmán. Kiska. Kálmán.